Na kiskezi csokolom, sziasztok fiúk, lányok, paplóval vagyok, és itt is vagyunk, folytatjuk a GTA Filmfrost Pillent a Csudapest szerverén, üdvözlök mindenkit Kikken, YouTube-on és Twitch-en egyaránt, sziasztok fiúk, lányok! Nézzük, már fenn is vagyunk a Szeron, Csomi Dáré, haj, Digo Rádión! Hú, de fura hangja volt valakinek. Nem ismertem fel. Aki azt mondta, hogy szia, Digo. El kell hívni a csajomat. Szia, baby! Szia! Mi a helyzet? Merre járt? Egyébként a kórházban vagyok, mert be kellett valakit hozni. Nekem semmi bajom természetesen. Nagyon jó, figyelj, nem ugrasz el hozzám a két szóhoz, mert az igazság, hogy csak a izé van itt, a Porsche van itt, az nincsen kedvem azt hajtani. Te elugorhatod, csak dobjál már akkor nekem egy izét, egy fontos kordit, léci, mert de nem találok még oda, szőke vagyok feketére festve. Hát jó van, szíme, mindjárt küldök akkor egy kordit. Jó, köszönöm. Kiengednek, és akkor megyek. Jól van, oké, cső. Puszi! Milyen az új grillpapír? Nem tudom még, Tibi. Holnap fogjuk összerakni. Holnap jön át bátyám. Még nem is volt nálunk, szóval tök örülök, hogy végre legalább az meg valaki a családból eljön. Olyan szomorú vagyok. Se húgomék nem jöttek el még, se anyámék. Pedig hívtam őket többször, aztán, hogy nem tudom, emiatt egy kicsit azért le vagyok törve, hogy így, nem tudom, kiköltöztem vidékre, érted? Aztán, hogy nem tudom, le vagyok szarva. De mindegy, legalább bátyám most akkor legalább eljön. Ennek örülök. De nagy a csaj. Hát nem tudom mekkora, biztos van, hogy 165. Csubi, de rájön, miről van a tárban? Nem sokról egyébként. Mikor kapod meg Pufita a BMW-t? Meg megveszem azt a kurva BMW-t. Melyik volt az? Skacok. Mert csak az van meg, hogy BMW. Biztos nem ez. M3? Nem M3, nem?
M8 Competition. Jaj, elnézést. M8 Competition. M8 Competition. Én nem látom. Erről nem lehet szűrni arra, hogy nem tudom, BMW márkájú. M8 Competition Cabriolet, megvan. Latin Lover nem lehetek, 4. Loverboy. Kukucs. Szia, drágám. Szia, baby bogyó. De jó kocsid van. Hát ez még mindig az X-ot csak átfestettem. Attól még dögös. Jó ránk, főleg a szexi ruha. Látom, a gyerekcsinálós ruhát vetted fel. Gyerekcsinálós ruha, igen, tetszik. Yeah, nagyon. Na, szupi. Dög vagy benne. Eldobsz a pubóba. Ja, de te vezess, mert igen. A kezdi a szemem. Ó, jól van. Pedig én bízok benned. Bár hát, már úgy látom, a szélvédőt betörted meg a bal oldali üvegen. De az nem én voltam. Nem az a haverod volt, aki miatt volt a kórházban? Hát nem, az egyik csajszí, még tegnap este a pubból, ha emlékszel, nem a V, hanem a másik csajszí. Ja, a másik. És az most mi van? Igen. A között meg a tesót között. Riárdovics, hát nagyon szépen köszönöm. De miért nem? Nem tudom. Pedig valami lehetne már tesótól. Mondjuk én jobban örülnék a V-nek, az aranyos. Igen, szerintem is cuki nagyon. Köszönöm, Riárdovics. És az a másik, ez jó. Tegnap este panaszkodott tesóra. Igen, mit panaszkodott? Hát, nem hogy 3 napja még ilyen szerelmeses üzeneteket ír neki, most meg már semmit. Hát lehet, hogy feladta, nem? Mert hogy most mindig nem lekoptatta, aztán most jött ez az új csaja, meg nem mondom ki. Hogy hívják a másikat? Kesz. De nem új csaj, hát ismeri már 100 éve ezt a csajt. Na jó, nekem új, még nem láttam, na. Ja, hát akkor neked új, igen. Szia, Freeman uram! Elkezdtem én is nézni a Fallout szerintem sorozatot, de nem sok köze van a játékhoz, úgy ez látom. Ez az nagyon mi? Ilyen szabadszai, nagyszájú. Tesó, meg szerintem a visszafogottabb csajokat jobban, már nem tudom. Aha. Egy időben Debi is hajtott rá, most nem azért hoztam fel, hogy felhozzam Debit, de tényleg azt hittem, hogy majd Debit is összeszedi. Debi az a Debóra? Igen. Aha. Szerintem az ilyen mindenki csak, hogy hajt, aztán nem jön össze senkivel. Csak a hülyékkel, mint az a Redgrave. Miért a Redgrave hülye? Hát az egy fasz. Igen, nem. Hát rendőr. Ja, hát akkor már minden megmagyaráz, igen. A rendőr, akkor csak fasz lehet. Így van, kivétel, hogy a csajok. A rendőr csajok azok szexik, de a faszok azok hülyék. Jó, nem olyan szexik, mint te, te szexik vagy. Még úgy is, hogy nem vagy rendőr. Látod, így is kikbe vagy, ebbe is belőle. Hát, baby. Igen, baby. Bogyó. Na jó, már szívem. Később majd kereslek, megnézem, hogy mi a fasz van a srácokkal, jó? Jó, nyomod. Azt majd zaklatlak. Nyugodtan. Szeretem, amikor zaklatsz. Zaklatlak. Aztán ne nagyon kerézni. Gyest legyél, jó fiú legyél. De hogy én is, azt se tudom, hogy mi van vele. Mi is érdeke? Nagyon jó. Szia, baby. Vagy, szia. Jó legyél? Te is. Szia, én mindig jó vagyok. Ó, igen, igen. Vagyok a legjobb. Kis anyja, megyek tuningoltatni. Nyomod. Na jobb cigány, mondja. Jaj, neked ilyened is van. Ha? Most kaptam. Jaj, nem ide elnézést. Most kaptam Pufi bácsitól. Főpubba. Na jó van akkor. Most megyek Aztik telepre. Szia, drágám! Szia, pusi! Cső, Sasi! Meg kéne tőztem. Ki tudod gyújtani? Szerintem megöllek. MEGÖLLEK! Jöttek izébe? Tuningót adni?
Aha. Mi? Hát már most kaptam Pufi bácsitól ezt az autót. Gondolom. Tényleg. Pufi bácsi vette Honna nekem. Honna Pufitó? Tényleg. Már szerintem egy 3 hete megrendelt, az most jött meg. Jó Isten. Már vagytok banni bálok. Na menjek a faszakaszba akkor. Jó, van megyek. Hülyé be, az jön a izé is, a manó vagy érte. Jó, mehet. Oh! Jó van, túléltem. Az igen, öreg. Ah, hát igen. Semmi. Szia, Fannika. Szia, piros, szevasztok. Faszai, nem megy a merci. Mi van, Sasi, kilőtték a kereken? Még, igen. Nem tudom, csak mondtad, hogy jaj, geci. Ja, mert ez a fasz fej nekem jött majdnem. Nem rossz egyébként ez az autó. Eddig. Elvileg a berendezés maradt. Jó, geci, azt kapta. Jó vagy? Jó vagyok, te jó vagy? Én teljesen jó, szerencsére. Épp, hogy összekoccantunk. Csak egy kicsit. Adhattak volna anyagot abba a szar autóba. Á, igen, igen, igen. Jaj. Na, ez a csajózós kocsi, tipikus. Mi az anyós ülésen? Kirakom a könyökön. Volt pár kabrióm. Hogy neki jöttél, te rohadék. De neki sem mentem. Faltófali mész, faltófali. Halucinálsz a sok kristálytól, már megint. Lehet Digónak pörgetni kéne egy darab pénzes ládát. Igen? Már is Lihárdovicsom. Most gifteltél izét, szubot, jár a burzsóá láda. Egy jó 10 milliót? Majdnem, mellette állt meg. Köszönöm szépen. Ami ma... Ú, bazd meg, az szép. Jó? Az autószerelés. Kicsi koromban mindig kim voltam vele a szerelésre. Csumi Dári, haj! Szia! Szia! Vigyázzatok, mert a Sasi kigyújt mindenkit. Szia, Kiara! Szia! Akkor megjavítom azt, hogy szét kéne tuningolni a kocsit, mint az állat, meg átalakítani, meg forgalmit írni rá. Tomás, tudsz jönni tuningolni? Aha, de minden más megcsinálj. Ja, várjál, akkor először úgyis még ki kell tuningolni a másiknak. Van itt ilyen ember, vagy éppen ott fekszik? Nem elméletileg van, tehát... Gyakorlatilag nincs? Lélekben itt van, testileg nincs. Ádám, csipkodj már egyet a rádiót. Értem, hogy van egy ajándékom számodra. Ne, hogy meglőgessük. Miért tuninkel? Mert akkor aha, vagyok. A menedzser úr nem tudja megtuningolni az autóban? Tuning. Persze, hogy meg tudom. Ez egy BMW, azt a betyárós. Hát persze, autót hoztam ide, nem valami szart. Ah, rasta. De hogy akkor a BMW az autónak minősül, értem. Hát az az autó, így van. Hát igen. Sokan csúfolják. Három betűs hibakódos autónak is típusnak. Mondja még, azt inkább átviszem, akkor az egy csuda melyába. Vagy megint nálam fogadik. Ki tudná nyitni az autóját? Ja, persze. Azt az egészsége. Akkor azért nem tudok bedőlni, jó van. Tessék? Oké. Akkor azért nem tudok bedőlni. Ja, persze. Nekem is volt kabrió, te Opel mantam, sajnos 4 évig boldogított, mert végegyengülésbe kimúlt a motorja, és nem volt pénzem új motorra, inkább beláttam. Ez kemény tetős. Azt hiszem kemény egyébként. Hát de majd meglátjuk, amikor majd tuningoljuk. Szóval nekem izén volt egy Peugeot 206 kabrió, meg egy 307 kabrió. Mind a kettő megvan még. Az egyik a Hugom élet, a másik a Hugom faszié. Lehet, hogy én vagyok ilyen finnyes autók terén. Hogy? Hogy a szövettetőst azt nagyon nem bírom. Na, a keménytetős az. Nem tudom. Nekem mindegy kabrió legyen, úgy sincsen rajta, tehát esőbe előveszem a másik autót. Ez amikor nem esik, akkor igaz. Így kell menni, akkor lássák, hogy izé nagy csöcsös csaj mellettem ül, érted? Kilógatom a fukszot, az go.
Úgyhogy oda hátra felülnek, csak hát a kövérgáz nyomsak, hogy hirtelen távoznak, úgy hátra leesnek. Jó, és hátra csak potyajutasok vannak, nem? Az is igaz. Örüljön, hogy BMW-be ült. Hát tuningolni fogok a szerelés kész, de persze. Mit szeretnél? Tuningolni. De segítsek. Egyébként nincsen sok baj az autónak. Patika, most hoztam ki. Segít, kezel. Az igen, már csomagolsz. Nem, azt akartam én. Készülök neked egy nagyobb aira a kövi hónapban. Igen, Rihárdovics. Nagyon szépen köszönöm. Is lehet színezni. Nagyon kedves tőle. Jó kis bordó. Mit lehet színezni? Az üréseket? Lehetséges, vagy hát gondolom, de ki tudja. Nem tetszik egyébként, bár lehet, hogy fehéren jobban mutatna. Már majd nem tudom még milyen. Nem tudom még a színe milyen lesz. Az egy tockos volt. Szép dolog a szerelem. De ennyi? 9,73-3-as motorja rájöthetok? Nyugodtan, tele vagyok zsébe, gazdag vagyok, milliárdos vagyok, vágod. Akkor utalhatnál. Nem lehet. Egy jó csak. Jó kamu. Vin, nem akarsz venni a tetőről? Ennek a hűtőre? Az is megvan helyben, a srác szedte bele a motort és nyaranta előveszi. Igen, a egyes hosszám foglalt. És el is menni szoktam vele, rendes, hogy gondolra. Kettes vagy a hármas hosszám. Mertem azt a Verdát. Én is nagyon szerettem a Peugeot-kan. Nem tudom, melyiket szerettem jobban, a 206-ot vagy a 307-et, de a 206-ot jobban szerettem, mert több ideig hajtottam, mint a 307-et. Tony, rá tudsz nézni, Réci? Mi a baj a hűtőrácsa már előtt? Nem, lényegében, hogy a újabbik típusú BMW-knél, hogy a hűtőrácsnál, hogy mi ez már, én tök ilyen malacóros és nagyon rövid is. Kész is van. Nagyon nem tetszik, ez meg sokkal jobb. Igen, ez úgy néz ki, mint egy nagy cápa. Kész is van a szerelés. Köszönöm szépen. Na akkor mert a tuning is. Egy tuti egyikben se fértem el. Üti 307-be is? Hát az. Mondjuk te ilyen izi nyakilába. Minden persze patika. Vagy... Na nincs, de majd veszem ki. Majd mondd meg mennyi a futuning, azt akkor kifizetem és akkor... Ha felfüggesztést, akkor nem akarod elültetni, akkor 189 000. 189, jó, mi is odom. És plusz a optikák. Papi, a bot nem működik. Melyik bot? Farkas Gaming. Másodlagos, nézzük meg. Hát jaj. Aha. Az az esti. Ez jó. Igazából sok minden nem tudok belekezdeni. És akkor az elsődleges, meg gondolom a fennmaradó. Csak benéztem, megyek, mert könyvelős egyeztetés van, hogy basznál meg. Hát nem csodálom. Engem is szétbasz az ideg, mert az elhihetem. Direkt bazd meg, készül az ember valamire, aztán rábasszák bazd meg a kétszeresét. És ott ülzgeci széptett lábakkal, és csak mondod, hogy gyere és bassz meg, te állat. Kedves. Itt vagyok. Bent is a tuningolás meg a festés, vagy kintre menjünk? Nekem tök jó itt benn. Oké. Tessék, egy kicsit többet adtam. Majd levonjuk. Oké, és matekozni is akkor kelleni fog, mert hogy van, amit le kell tenni a kasszába, de mindjárt a kotoninghoz beletesszük. Jó van. Never die, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Hálásan köszönöm. Szervusz neked is. És akkor keresgéljük az optikákat. Direkt becsuktam a tetejét, hogy a netalántan lesötítítani, leszeretnéd, vagy... Az feketére, mint az lelkemet. Nem néz ki majd bután, amikor... hogy is mondjam, kábrióba használod, és akkor első szélved ilyen koron fekete, habár jó, el is lehet csukni. Önre bízom. Ne, erre nem gondoltam mondjuk. Na, most nem baj, jó ez így, jó ez így, nem baj. Jó lesz az így, mert hogyha meg izé huncutkodok, érted, meg akarom figyelni, hogy azt mondjuk, mondjuk félre baszik-e, akkor felhúzom a tetőt, és akkor sötét lesz. Mondjuk az is iga. Jó, akkor tovább nézzük. Nem működik a rablásos. Á, valószínűleg tudunk renoválni az autón. Javítják. Hogy változtatni. Az más azért a renoválás. Ez nem egy antik. Akkor alakítani. Az jaj, azt lehet. Igen. Mennyit hozzak rá, mennyi pénz kell? Hát darabára az 12 000 nektek. Hozok 120-at. Oké. Tudod, ez egy gyári kereke neki. Kérlek, ne rak rá. Spoiler. Basz, nem majd tudom, meglátom, hogy mit tehetek. Sanszos amúgy.
Na mindegy, jó van. Mondjuk a pirofogós egy erre szerintem. Hát azt nem, azt tudom, hogy ezt cseréltük, mert alapból összem. Ne bánjad a feketét! Esetleg szeretnél valami idegesítő dudát bele? Mindenképpen akarok idegesítő dudát. Látod, hogy miért kamion, kamion duda. Az elengedhetetlen. Hol van már? Az az. Csak a BMW, akkor szóljon jól, nem? Köszönöm, hogy mondod, drágám. Szia! Végig fogom dudálni, és akkor ha valamelyik megtetszik, szóljon. Ez jó lesz. Vagy várjon, nem, mégsem. Loop volt a változata is, hogyha gyorsabban mész. Ez nem olyan temetős, valami temetős kép. Hát ez ilyen ijesztőnek van befigurázva, kategorizálva, és hát tovább. Ez ilyen temetős-szerű. Köszönjük! Addig volt, amikor jössz? Hát amint végzek a kocsival. Jó, gyere már a fölpublikba. Oksa. Mono, köszönöm szépen az 5 csatorna tagságot! Hálásan köszönöm, kis asszony. Semmit nem fogunk hallani, tudom. A rendszámot tetszik úgy a legjobban a kocsina. Köszi. Ez az, ez kell nekem. Ez való pódban. Igen, igen. Ez kell nekem. Nagyon szépen köszönöm, Mono! Oké, és akkor ezt is beleszállt. Hálásan köszönöm a csatorna tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és üdvözlünk minden. Extract szépen úgy. Mert a burzsóát? Valami változtatni való. Pergessünk 5 burzsóát, kisasszony. Akkor kiskereső, most akkor ez tudató kamera. Aha. 4. A pőperje. Lehúzom itt az ablakot, 3. És a műszerpalát tudjuk állítani, hogy gyárilag, ami bele van építve, az ilyen lenne műszerfal, de vissza tudjuk alakítani ilyen műszerfal típussá. Az utolsó. Esetleg szeretnéd változtatni, vagy maradjon így ez. Ha, megnézhetjük. Melyiket szeretnéd? Már is nézem. Várja. Jó. Közelebbre akarom látni. Vagy esetleg a belőszúdjuk. Tehát, hogy ez van beleépítve, igen? És van ez. A fajtája. Ennyi, azt hiszem valami nagyobb tablet lesz, hogy valami. Melyik volt az alap? Hát csak... Ez. Hát az alap jobban tetszik. Igen, igen. Sokkal sportosabb. Igen. Hogy akkor ott ugye a váltás is megvan. Bár automata, szóval minden visz. Akkor nem nyúlunk hozzá. Hát sajnos extrákban nem találtam. Festés. Most kezdjük el? Aha, fessük. Oké, és tehát sincsen másra, hogy ne szövet legyen, hanem mondjuk lemez. Sajnos nincs ilyen opciónk rá. Néztem a tetőknél, mindjárt megnézem még akkor a másodlagos, hogy mit színez, a hat tetejét. Tetejét, csak aha. Akkor, gondolom elsődleges akkor az egész karosszériát, és akkor belsőt nem lehet színezni. Szerintem kezdjük először az elsődlegesen, hogy az ja, uralkodik szerintem a is. Igen, igen. Autó. A színén nyomjuk. És akkor úgy. Milyen színeket nézzünk? Kék? Nézzünk egy hófehéret. Hófehér? Jó. És baszunk rá egy izét, majd egy ilyen izét. Hogy hívják azt ott a gyöngyháza. A hófehér az ez lenne ilyen sötétített. A kutyák faszát inkább... világos legyen, mint a picsa. Az, ez jó lesz. Ez a fehér? Aha, ez jó. Baszó. Akkor ezt is fújtunk. Kórjunk már rá egy izét, egy türkisztet. A rágógumi kékre gondolsz? Hát ja, de ilyen izébe, gyöngyházba. Igen. Mindjárt mutattam azt, hogy néznek ki. Ez lenne az. Teljesen jó. Pompa. Oké, és akkor a tető, ezt hagyjuk így feketén, vagy megpróbáljuk hát a fehér. Még nézzük meg, hogy milyenek. Bordó az lehet, hogy még adja, mert bordó az ülés is. Merjünk is, lecsukom, és akkor úgy, hogy hátulról látjuk a változtatását, mert akkor lehet, hogy sokkal jobban be lehet... Hoppá! Ez jó. Itt a bíbor. Ez a bordó. Hát ez adja. Ja, és akkor meg pont lehet akar... Igen. Na ez a bíbor, ez jó. Passzol. Igen. Ez adja, ezt tetszik. Akkor ezt... Bíbor fújok. Gérard Depardieu-vel. Vagy valamelyik Jean Reno. Igen. Majdnem, francia. Oké? Felnit gondolom nem szeretnénk változtatni. Á, de hogy is lehet, ez a gyári.
Azt kapta hajt. Kiarát elgázolták. Igen? Hol vagy? A féknyerget ugye esetleg szeretnéd a pirosra festeni, hogy én inkább látszódjon én a Torino-ba. Aha, ja, az menjem pirosba. Oké, és akkor ez a élénk Torino, ez tetszik? Milyen Torino? Ez a Torino pirosunk. Aha, hát, igen, igen, ez jó, szín. Ez adja, igen. Szép. Jó. Kerékfüstöt szeretné, vagy az hülyeség? Mehet piros, basszunk rá. Oké. Vagy bordot, vagy valami. Hát csak pirosunk van ebből akkor a kategóriából. Akkor tovább nézem. RGB fényszorott, az csak nem a csodanahavállal. Neont szeretné alá egy fehéret, nem, vagy bármi egyéb? Nem, utálom, nem lehet lekapcsolni. Nem lehet lekapcsolni? Hát hogy lehet lekapcsolni a neont alatta? Most nem értem a kérdést, hogy mi? Hát a neont nem lehet alatta lekapcsolni, az mindig ég, mint egy kibaszott karácsony. Nem. RGB távirányítót fogsz, akkor ki tudod kapcsolni, de igen. Ahogy nézem, nem tudunk alá szereltetni. Na, mert... akkor jó, nem is hiányzik. Akkor jó. Nem nagyon szeretem a BMW-ket, kivétel az M1981 és M3-2000. Én az X5-ös szeretem, és egyébként nem tetszem. Fekete alap, sárga szöveggel szeretnéd. Fekete alap, sárga szöveg, nézzük csak. Aha, ez így az jó. Az ilyen lenne. Jaj, ezt tetszik. Jó. Loverboy. Az is benne. Hát, nagyobb optikát nem tudunk rajta változtatni, ez a szomorú benne. Jó, nem baj, faszán néz ez ki. De akkor a tuningot belentettük, de azért ránézek, igen, fék is, motor is, turbo is, váltó is. Ha az a másik BMW felmi, nem merem leszedni, félek, hogy... szeretted volna. Legyeltetik. Tessék? Leültetni az autót nem szeretted volna. Ah, nem nagyon. Felakad minden szarba. Igen, akkor végeztünk. Bármi másba tudok esetleg segíteni meg? Nem. Oké, és akkor tessék parancsolja. Ja, de fasz nem, ízit, kéne írni, forgalmi. Oké, és... akkor kaphatok egy személyt esetleg? Tök nem. Hello. Pont nincs nálam, azt hittem, hogy van. Szia. Szevaszlók. Szia. Jó, figyelj. Ja. Megoldjuk, megoldjuk. Okay. Jó. Jó. Remélem nem olyan rafkós név. Nem. Hát találkoztam egy-kéttel, ami hát, na mindegy. Mm-hmm. Nem kritizálok senkit, mindenkinek okay. Olyan a neve, amilyen. Szóval jól mondhatom. Igen. Vágó. Igen. Leonardo. Alejandro. Nyomod, dinnyi, nyomod. Alejandro. Bönyek, akkor ezt majd újra is fogom írni. Mert okay. Hogy akkor majd felmutatom. Leonardo. Igen, Alejandro, oké. Vágó Leonardo Alejandro. Oké, és akkor BMW automárkája. Igen, és igen, milyen igen. Típusú? Hát, tudja a faszom igen, Competition, bozán. Mindjárt megnézem. M8. M8 oh, Competition. Okay. Jó nagy forgalomban van állatok. Igen, van mikor a meha zárva, van mikor tényleg az ember egyik emelőről meg szerelőálláson, meg tuningálásról megy a másikra. Ja, na, drágám, nem unatkoztak, nem? Volt, amikor volt ilyen pangási rész, de őszintén, tehát akkor is mindig megoldottuk, tehát akkor elkezdtünk gyártani, meg úgymond a embereket, úgymond, mit tudom, forgalmi írást gyakoroltatni. Igen, persze. A szokás jó példát mutatni a kollégáknak meg dolgai. Rendszámtáblát esetleg tudnád tuningolni, persze. Diktálni? Persze. Diktálni. L, mint László. Igen. O, mint Otto. Igen. V, mint Vera. Igen. E, mint erekció. Oh, yeah. Igen. R, mint Ramona. Külön vagy egybe van még ugyanúgy? Egybe vagy? Van. Igen, akkor B, mint Bozik. Igen. Igen. Ó, mint Otto. És Y-ra nem tudok semmit. Aha. De jó. Szóval egy Loverboy? Hát igen, Loverboy. Ó, oh, yeah. És akkor autószíne fehér? Da. Akkor rendelkezik már tuninggal is. Kerékszélesítés tervezel bele, vagy nem? Faszna. Huligánom. Oké, és ablakfólia van. Tűr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 
Úgyhogy tudja, a rendőr hülyék azok. Igen.
Hogyne? A másodlagost, hogy Bíbor azt is oda tűzzük, hogy ne kössenek bele. Bíbor tető. Oké, ez megvan, akkor a dátum 17, ha jól emlékszem. Hé. Hmm. Hey. Számolok gyorsan erre egyet, jó ezt után. Csá, csá. Csumi. Na, tök jó lett. Kösz már. Baszó, mi? Na, no, baszó. Szerintem nincs baj a felnivel. Szerintem sincs jó ez. Jászmin? Milyen Jászmin? Okay, hercegnő? Gyors hátellenőrzöm. Amúgy az lenne szép, hogy a Pufi nem erre gondolt, hanem a másik BMW-re. Hát ez benne van. Fel is írtam akkor ezt. Ezt megtudjuk, hogy a Pufi kara játszik majd. Sikerült megenni fél liter gulyás levest. Irány a gép. Jó, a neveden nem vagyok benne biztos, de meglássuk, mindjárt felmutatom neked. Légyszerűs nézd át. Aha. Remélem, jól egy sikerült. Tök jól írtad, kékszön. Teljesen hibátlan. GG. És akkor a műzé okay, dátum meg ilyeneket. Oké. Mindjárt gyorsan hozok egy példány belőle, jó? Elszaladok a irodához. Oké. Csumi? Mi a helyzet, srácok? Ez a pangás. Semmi veled. Nekem se telt a tőre. Hát ugye jól mentetek? Értik a kapsra. Nem rossz ez. Mondjuk Ferrari azért az nem rossz. Arra, az már autó. Ez nem egy BMW, de azért egy Ferrari azért az ott van. Nem. Jó, nem zavarom a forgalmi írást. Parancsolj, itt is van. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértesek a Jézus Krisztus. Ja, azt meg nem volt már olyan, hogy véletlen más papírt juttattam. Ah, juttattál. Hát akkor további szép estét, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Köszönjük, ciao. Hát ember, itt vagyok a recepció. Kábdióban úgy bolondul néz ki, hogy itt sötétítve van. Mm? Nem baj az? Adjátok a kocsiba cuccokat? Villog az üvege. Nézzétek. Két oldalán. Tudod, mint gondolkozom? Ilyenkor fel tudom erőszakolni a kocsi menübe az ablakokon? Nem. Viszont az ablakok fixen bugosak benne. Azt majd szólnom kell a srácoknak. Figyelj, nem ugyanennyivel ment egyébként tuningnél is? Nekem ez a bajom, hogy van egy kabrióm és ugyanezt csinálja. Igen? Akkor lehet, hogy ez viszont ilyen GTA kabriós bug. Lehet, hogy ezzel nem tudom semmit csinálni. Van ott vagy még a hőpupa? Manó? Igen? Vagy még hőpublikba? Jöttem a pikáizével, és ütköztem. Hol? Ne, erre van. Já, mondom. Jöttek, van itt az a futármeló. A biciklizni kell. Ez a... Sok hallom sincs. Melyik? A kínai? Volt vagy fut? Nem mondom. Tudom, hogy kínai, de itt ilyen újságos meló van. Újságos meló. Van, inkább küldj egy korit, hogy legyen nem csinálsz. Jó van. Mivel havi egy hetet tanulok Budapesten, a Daróczi utca az közel meglepő, de tapasztaltam, hogy 1550-ért baszó mennyiségű kaját. Találtam menüset, na mindegy, csak azért jutott eszembe, mert mindenki
Azt mondja, hogy minden drága. 1550 az nagyon jól hangzik. Hát itt kakucson is szerintem 2000 forint alatt nem kapsz menő. Just Paul, nagyon szépen köszönöm a negyedik havi feliratkozást. Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Manónak hol van az a izéje. Az a... futármelója. Papi, hogyha a tető leengedése előtt engeded le az ablakot, akkor ez nem javítja meg? Nem, mert szerintem így is villog, néz. Tuk. Tuk. Ez valami nagyobb bug. Szia, Just Paul. Aztán lehet, hogyha elrakod és kiveszed, utána a helyre jön. És a tuningolás miatt bugol. Csumi! Csá! Mizu! Nem sok semmi. Mit csinálsz? Ki vagy? Itt? Digo. Jaj, szevasz Digo. Nem tudom, a sast behozták, tehát... Bevitték a sast? Mit csinált? Családom belé jöztek meg megint. Tudom, én már csak arra értem oda, hogy azok ott izélnek, hogy elvitték a sast. Igen. Rohadjanak meg. Köcsök zsaruk. Ez nem loopolt, átbaszott. Abba adja. Nekem kell újra megnyomni. Aha, én úgy látom, hogy most már nem villog. Láttam valami türkizet. Rosszul láttam. Asztékosok így szoktak beszélgetni. Mire gondolsz? Miért nem húzod le a tetejét? Na most egy kicsit így megyek vele. Kera változatosan. Most már este van, beszállnak a legyek. Kicsi pográrió. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szitokat hoz, én is. Most úgy látom, hogy nem nagyon aktív az hoztak az. Szevasztok! Már megint kell. Nem tetszik a dudám? Úristen! De tetszik a dudád, de remélem neked is az enyém. Szia! Milyen dudád nem jön? Minted melyikekről beszélek? Az ittekről. Hogy ne tetszik? Ezt előjáróban mondanám. Big Mami, mi a közt? Na, de figyelj, úgy szágoldozod itt fel alá, gyerebb-utóbb össze fogod törni magad. De hát erre messze van, profi sofőr vagyok, mint a Michael Jackson. Vagy ez nem volt sofőr? Hallottam már. Mihály sofőr. Az nem sofőr. Hát igen, nem az volt az a kis fejrát. Nem tudom. Mi van? A síjjelbe halt. De hát a mögött lévő ember. Nem halt még meg. Nem halt még meg, de nem is igazán ilyen. Igen, ilyen szabadmény. Hát, akkor igazából halott. Csak még nem tud róla, mert úgy itt a szegény most már.
Ez egy aranyköpés. Ne bántsuk szegény, ne bántsuk. Hát nem bántjuk, mi vagy a békében. Köpés a szó. Még köpjek bele a szádban. Nincs a végés. De mit százatos meg a szádban? Mekkora zaj van itt? Nagyon, nagyon, én süket vagyok már tőlük. De én is. Nem fog, hiába, az még nem tudom, hogy nem tudom megegyezni, buta vagy. Tehát, azt mondtad, hogy aranyköpés volt az a szoba növényes, azt hiszem azt mondtad. Jó, én már megpróbálom megegyezni, nem is na. Na. Ki a faszom az a doki? Tá, mellettem. Ja? Kék vagyok. Mondom, a 51 és meg... De figyelj már, a Puffy bácsitól kaptad a bömöst. Igen, nem tetszik. De tetszik, ha nekem itt mondom. Na, akkor jó. Hír vagy hív vagy... A rendszámot én vettem, hogyha arra gondolsz, nem vagyunk buzik. Ja, hát azt gondoltam, hogy nem ő választottad, hogy... Ne, az óta, ez a kurva is. Furcsa jutsz volna, kiát kaptad a hizet a Puffy bácsitól? Jaj, milyen jó a rendszáma, te kis köcsön. Te vagy ez ő kis lover... Persze nem. Már mondjuk, hogy elkaptad tőle a dolgokat, hát... Nem tőle kaptam el, hanem a WC-től, na. Tudom, azt mondjuk. Nem csak én, a Sasi is olyan volt, meg a Róka is olyan volt. Majdnem mindenki, 17-en voltunk olyanok, csak mondom. Atya úristen, ez az ja, nagy civilis izé volt. Mi? Semmi. Semmi, ne reklámozz, Adjam. Nem mondtam semmi. Múlt idő vége van. Így van. De bármi nem, mi tök együtt vagyunk. Szerelem van. Nem, én a betegségre mondom. Na, fogom, nincs betegség, baby, fogd már be. Mi? Én megőrzem a titkodat. Covidról beszélek, semmi más. Havinkról? Az betegség? Azt COVID? Mondták, hogy akkor kijön a vér belőled a gyerekkel, vagy mi? Azt is, hát ezt mondjuk én máshogy fogalmaztam volna meg tegnap, de mindegy. Miért nem mondtad akkor, hogy ez nem is úgy van? Mert anyukád az orvos, én csak hát egy mondjuk, de azt mondta, te is voltál már doki. Hát 10 doki, de nem repetálod? Ja. Én csak tudom. Anyám sem nőgyógyász, pszichológus. Sziasztok, rádiós segítségért. Én is nőgyógyász, pszichológus vagyok. Toxikus vagy inkább, nem? Szóval az a nyerő kérdés, hogy... Kettő nem együtt. Van egy szó, amit az ilyen szellemekre, meg az ilyen anomáliákra szoktak mondani. Paranormális. Akkor fasz. Igen, fenomenon, vagy mi az is, hogy mondják azt? Mi annak a neve? Fenomenális? Aztán mi van a srácok? Fú, az nem az rúg. Nem tudom, most a dinyem beszél hülyeségeken. Te vagy. Az előbb itt volt a dinyem. Ja, előbb itt a sasó, ugye rendőrök. Ahogy ja, jaj, hallottam, hogy bevitték a sítre. Nem az, hogy most én vagyok hülye? Nagyon jó. Sítre is vitték, mi a fasz? Jaj, azt mondták, bevitték a sítre, ott voltak a többiek, aztán ott nézték, hogy mi a helyzet vele, de aztán most már elméletre ki fogják engedni. Nyomja az izét, valamilyen futármelót, meg biztos meg vannak szorulva, azért van ez az egész. Ja, biztos. Biztos a fazmofóbia, nem? És az F-fel van. Hát az nem F-fel van. Igen, szeretem a fazmot, csak nem amikor végigrásoltatják velem az egészet, ugye, Doki? Én nem is jelenti. Bemegyünk, kimegyünk, itt alakom, itt alakom, ez a szellem, az a szia, kész. Hát veled? Hát, bazdmeg. Ja, meg van a másik, az is jó, azt mondom, demonologist, vagy mi az, az a szoktam. Igen, azt is, azt még nem próbáltam ki, de ki akarom. Nagyon jó, hogy egy kicsit komolyabb, azt hiszem, nem? Ja. Sokkal én is, parább. Én is megveszem. Szerintem egyet másodpercet nem fogom meg. Jó, majd kipróbáljuk azt is. 15 euró biztosan. Hát gyorsan elvő. Hát 15 eurót az azért annyira nem nagy pisz. Hát a faszom. Erre megpróbálom keresni most. Nem emlékszem, mikor volt utoljára annyi nálam. 15 euró? Nekem van annyi. Nézse, ha lenne Miley, ittam volna. Ismerős. Nem ittam volna, sose innék. Nem, á, nem, a kaszinó tetőn sem voltál berúgva. Na mondja az, aki elkapta a csücsöket. Ezt kilátta. Én láttam. Hát az mondjuk, akkor baj. Te se ott miért van egy kerék? Miért van egy kerék? A kapitány vagyok, bazd meg. Ja, azt hittem, hogy hiányzik egy kereket, de visszakaptad. Azt hittem, hogy te lettél az első technopap. Én is megveszem. Hát végül is nekem is mindig mondták, hogy legyen nálam gumi, de nem erre gondoltak szerintem. Megvettem. Mit kerestél a Manóval? Húzni ezt a gumit. Csináltattam az autóját, mert összetörtem. Ja, akkor jó. Ki gondoltam? Fogd meg a gumit és húzod. Szia, Manó. A sas bevitték a rendőr. Marko, ja, tudom. És ráncsod. Ja, a gumi? Azt nem tudom, hogy mi a... Taxist üldözte a rendőr. Mi fasz? Pénisz. Ki mindenkit üldözök a rendőrök? Ezeknek valami komoly baja lehet.
Hát igen, azért lettek ennyi jó, nem? Végül is. És egész este a kerékkel fogsz a közöttbe? Igen, figyelj, az egyik haverotok bassza a falat. Mi? Melyen bassza megint a falat? Hát ott. Kopasz? Nem tudom, hogy kopasz, én nőt látom, nem már a falat. Főpublikban van a sarsat. Viselkedjél a bazzag úgy, mint egy ember is sem, hogy mindenki mi vagyunk itt. Most írta. Hazudik. Szerintem még most fog érkezni. Most fog érkezni. Szerintem nézd, ott jön egy autó, úgy néz, rendőrautó. Az a hozzák? Azzal is jött. Ne gondolom. Pont úgy vezet egyébként, az ott sem. Az volt. Nem rendőr. Hát nem szerintem az a lakatos, azt a vissza. Hát szót nem akarok vele váltani. Kivel? Sziasztok, Sasi, minden rendben van? Minden rendben van. Beszélgettem a rendőr urakkal. Csináltam a rendőr urakkal? Nem vettek el tőle semmit? Nem, még a jelzőpisztolyt is visszaadták. Na, és felsőgyűjtetted egyet sem. És miért vittem be? Azért, mert rendőri munkakadályozása. Mi van? Milyen rendőri munka? Hát biztos nem a gondolkodás. Ők dolgoznak. Mindjárt, csak menjenek a varit. Meg egyszer, hogyha nem mondom, hát rendesen beleálltam, hogy rendőri munka akadályozása, mondom, abba akadályoztam a munkát, ha lelövöm. De várjál már, ők dolgoznak. Ja, hát valamikor. Ja, hát basztatják az embereket. Elkezdve, szóval van valami izé, ezek a kékek, ezek kicsit, elmondom, hogy most pontjaim. A blokk meg tudja, hogy izé, gencserpörögés. A blokk, az a nevetek, hogy a blokk. Nem, hát geci. Azt hittem, azt mondom, az olyan, mint a Lego. Tud valamit róluk? Hát mondom, jaj, a becenevéket tudom, meg ilyenek. De többet nem. És azt mondja, jó, akkor menjünk tovább, akkor menjünk tovább. A Blázdáját ilyet mondtam, hogy a főnöküket úgy hívja, hogy D. Sziasztok. Meg hogy szintén heroin szárulnak. Meg hogy az egyiket úgy hívja, hogy Matuka, meg Villám, meg Fink. Micsoda? Entitásra gondoltál. Nem. Az a fenomenon, meg mi a geci. Matuka bácsi. Mondom, hogy van, hát hallottam. Hol? Szerintem ilyen van, hogy a izére gondolsz, nem? A telefonomon. Izére gondolsz te szerintem a paranormális izé dolgokra, nem? Az igen, van. Igen, és van egy F bet is, van egy fel, van egy F-E, valami, és... Fú, nem itt eszembe. Penyő Misi. Ne kúrjál fel. Várjál, milyen szót keresel még ezt? Valami F bet is szellemes. Igen, paranormális dolgokra szokták azt mondani, és F betűvel. Nem fontom. A szopofon. Mi? Ne hívd szopofantomnak a nőmet, jó? Ne. Nem vagyok fantom, jó? Én nem bujkálok. Meg... Mi? Igen, ő nyilvánosan szopik. Na, szépen. Bocs, csak hát találkoztam a rendőrökkel. Te csak úgy tudsz, gyönyörűen. Hogy megvan írva a könyve volt. Köszönöm, hogy csináltak ott külön, amúgy. Mit különbözgettek, kecsegök? Fenomenon! Jelenség. Jelenség. Hiszek neked, ezért hülye ó, Jézus faszom, de hát ez nem is magyar szó. Ez nem, én is magyar szavakba gondolkodtam. Legközel faszbozunk együtt, ez, faszbozunk együtt, ez fogom üvöltözni, egy fenomenom. Fenomenom! Megköszönt a rádióm belőle. Ez a játék, ez nagyon para, én szóltam be neked rá. Ízit ki neki próbálni meg valami demonologistot, az még para. Az beszéltük itt. 5 percet az, amelyen faszba, akkor tőle játszom. Most hittem majd most, de ezt még én sem próbáltam, hogy ki akarom. Nekem megvan, csak nincs, aki játszom velem. Nekem is megvan. Ha lenne pénz a kártyámon, akkor még is venném most. Én próbáltam izéval, a szemüveggel. Yeah. Szemüveggel próbáltam. Yeah, igen, szemüveggel. Így igaz, üdvözlő. Hát én sikit szartam. Én szartam össze magam. Hát össze is szartam magam, elég erre. Szia. Cső. Hát azért én ahogy néztem, jó van. Jó, de egy fazmotos. Jó, akkor gyere. Jó, hát te ilyen ijedős vagy. Biztos rossz a lelkiismereted. Dehogy rossz. Nem rossz a lelkiismereted? Én csak simán félős vagyok. Akkor jól van, megvédelek. Jó. Ti veled játszanék, belehúfognál, hogy az jó. Lehet. Már villogtatik el a zseblámpádat. Amúgy ne jött meg a rádiót akaró. Mi a baj vele? Nem működik? Miért? De hogy én beszélek vele? Hát azt hagyjuk te. Jó, ott is maradt a rádiót akaró. Profil. Én olyanokat szoktam mondani, hogy árjuk cigány. Meg hasonlókat. Csak ledarálom és nem hallod. Tesó, hogy mondja, hogy mit tudom én. Azt ott elbasztak valakit. Smith, te büdös köcsök. Ah, valami errort ír. Majom. Az jó volt. Azt elbasztak. Az igen.
fölkented a kanyar. Azok már az útról jött el, basszák. Hol lenne ott? Hogy telik a nap? Jól. És nyomtam neki egy frissítést. Összeszartam magam. Hajjaj. Az baj. Halott embereket látok. Hát, aha. Úha. Vannak gondok. Hát eldölt valami. Lesz most nagy irányítás. Meg van, aki eltűnt. Varázslatok történnek. Igen. Nagy bajok vannak. Tűzvarázsló. Székleteddel éges el. Valaki ott van, de mégse. Nem tudom, ott egy csomó rendőr van. Mit csinálnak ott? Van. Ez nagyon fel. Le vagyunk zárva, de mi már itt voltunk. Tessék már ne lezárni minket, he! Mi itt lakunk. Mi vagyunk a kockaparti cigányok. És miért igaz? Pozziam. Mi vagyunk itt a izé kockaparti gnómok. Ennyi? Megjelent a Manó a semmiből. Szia Manó! Igen. Nem tavarok tényleg. Manó fesztálódó. A faszom, én nem kúrják le a szirénát. Nem tudom. Mindek a... Szidegesítő. Én érzem úgy, hogy a hangszálak is rossz. Igen. Igen, igen. Van, tehát bajok történik. Szia, Manó. Csillag, beszéltem. Ugye. Tudom, meg leszünk baszva. Szét fog esni a szerver, szerintem is. Szerintem DDoS van. Én... Correction timeout. 1851. Ez DDoS lesz, gyerekek. DDoS illat van a levegőben, érzitek ti is? Nagyon jó. Jó, hát... Most kell írni Raminiéknak, hogy akkor itt az ideje felrakni a Demonologist-on. Ja, DDoS vagy hálózati para van. Szuper! Szia, Kocka Ámos! Ez szuperül hangzik. Na jó, hát megpróbálunk azért visszamenni hát, ha... Hát, ha feléled. De ha nem, akkor, akkor játékot kell váltanunk, gyerekek. A szívem megszakadt bele. De ha szétdidoszolják a szervert, akkor nem tudunk sajnos játszani. Nem tudunk GTA film frohaspillant játszani, pedig olyan jól el voltunk. Olyan jól el voltunk most. Gyász marja ki a faszát annak, aki DDoS-ol ilyenkor. Ja, de szép vagyunk. Mi történik a szerverre? Hát, mindig. Már szerverek is összezolantok, nem néztünk más. Ah, de, de jó, valami biztos van, mert most az előbb belogolt itt valaki, és már eltűnt. Szia, Dean! Hello, hello! Hogy elnézem mindenki is. Ja, ja, de van, aki visszajön és egyből kiesik, ahogy nézem. Ó. Ez volt egy pillanat. Csak nyugodtan. Keci, remélem az autón megvan. Ja, biztos megvan, mert elraktam. Akkor jó.
gyűlünk. Van pár. Szia! Jó dimenzióban vagy, csak töltenek vissza a játékosok. Ja. Már így befostam, hogy most mizu. Én is azt hittem. Jó van. Látod ott a többieket szóval bent, ugye? Most már látom. Szuper, szia! Már csak a kocsikat nem látom. Szia, szia! Szegés láttam, az nem érdekel. Kérdésem van. Új Jézus, ez jó hosszú. Szép estét. Kamionos munkát csináltam, és a kamion... Akartam adni a pénzt, és kifagytam. Pénzem sincs, kamionom se. Ott taxid van. Most mi van? Nem tudok kilépni a spectateből. Szia! Halló! Hol vetted fel a kamiont? Mert akkor valószínűleg újra fel kell vennem. Public. Fő public? Aha. Szuperül hangzik. Akkor oda viszlek, jó? Most is rájukos amúgy. Tessé? Vagy már kinyomtad? Kinyomtad persze. A live-ot? Streamer vagy. Ja. Baj? Ja. Nem. Akkor jó. Ő ismersz amúgy? Nem kéne. Vladi? Ja! Így már de! Nem ismertelek meg. Most írtam. Így, hogy mondod, így már összekapcsoltam. Tegnap velem találkoztam. Igen? Na, nice. Aha. Mindjárt viszlek a jó, nem zavarom a live-ot. Köszi. Jó játékod. És akkor menjek még egy költ, és akkor hát kiptelen vagy. A pénz. Ha. Jó, köszi. Ciao. Halló. Szegény kicsi játékosok, most nézzétek meg, mindenki szopik. Kérdésem van. Csak úgy meghaltam a restartban. Aha. Szusz. Ezt megnézzük a izébe, logba. Van erre egy szuper logunk, a CLS megőrülsz, meghűlsz vlog. És abban jól megnézem. Ha nem, zártam be véletlenül egyébként már. Simán lehet. Na nézzük, azt mondja, hogy halál. Keresünk halált, az nem halál. Nagyon jó, és 493. 493.
Uh-huh. Tényleg csak meghalt. Azt írja, hogy simán, hogy died. Valami a másban segíthetek? Új a Vampir Vladimir. Így-így a jó kis Vampir Vladi. Unált puskánk hangosan durran a handban. Kövessétek paplovagot azon nyomban. Bárcsak beleírnál valamit a kurva a szarodba. Például az, hogy nem kell semmit, te ostoba admin. Csak edd meg a kakim. Kilépett. Oké. Okay. What? Vagy vele? Ben volt a kecójába, és azért halt meg. Jó, így már értem. Ben volt a kecójába, azért halt meg, mert lezuhant. Kandírozott Kaneszten. De jó neve van. Kit szeressünk. Sziasztok, kifagytam, és eltűnt a munkakocsim, és a benne lévő kő. Ilyenkor mi a teendő? Kő keményen. Kalapács kiégve. Hát ő is ripperóni. Olyan probléma lenne, hogy kikreseltem, és amikor visszajöttem, két kutyám lett, az egyik megtámadott. Uh-huh. Hát ez egy érdekes bug. De elhiszem neki. Azt mondja, hogy az ő idea simán lehet ilyen, hogy meghűlt. 5.49. Uh-huh. Ja, óvus. Ja, de jó, megvan. Még mindig azt írja, hogy halott. Faszomban. Én vagyok rossz izébe? Hali, most már jó? Szia, aha, most már tökéletes. Jó, szuper. Segítetek még bármiben? Más nem lesz, úgyhogy ennyi volt. Jó játékot, szia. Köszi szépen, szia. Fú, bár tudnám, hogy a tetős parancs az mi. Én ezt mindig elfelejtem. Egyszer elmondtál. Ti? Na. Meg is vagyunk, úgy látom.
ketté. Cső. Az igen. Szia! Hali. Minden faszal ügyesek voltatok. Kukrisüdni. Szia Norfi, szia Führerem, vezérem, Gúrém. Führer. Legnagyobb admin kontra. Semmi, beugrottam egy kicsit, segítettem, mert láttam, hogy Gecsi sok izé jó vagy. Reportban. Ne lépek, visszaszóljatok csak el. Nem számít, hogy jó van. Jó munkát, sziasztok. Csőcső. Jó ügyszét, Hali. Vajon mennyi titkot összegyűjtök? A megfigyelő. Hopp! Hali! Züm, züm, züm. Hello! Hello! Sű! Sű! Látod nem a helyem? Bocsánat. Na, ezt már szeretem. Akkor egy nő tudja, hol állja. De most figyelj már! Na, tesszük! Megverni! Tessék! Csak vittetem? Hogy mi? Nyugodtan verd meg! Hát, csak bókoltam, hogy aranyos volt tőled, hogy odébb ment. Tudom, hol a helyem. Mi vagyok, én kutya? Nem. Meg egyébként sem azt mondtam, hogy a konyhában. Jaj, bassz! Van még mit gyakorolni. Jó, csak vicceltem, na. Nem olyan jó hangorom. Akkor jól van, Jonathy. Olyan vicces. Igen, vicces volt. Azt, de vicces volt, ha Jézusom. Láttátok, a babám tudja, az egy csajszín. A csajszín tudja. Ez a céda. Bébi. Mi? Ha? Te mit mondtál? Üsszét, verszét. Gatya, megkeverni. Mit mondott? Mi? Kompót. Hú, ennék egy kompót. Ne üsd a nőt, ne üsd a nőt. Ne üti magát, mint a... Ütöd a nőt. Miért ütöd a nőt? Ne bánts már, csajomat, csak az éve testvérek vagytok. De köcsök. Pák, akkor még sem. Rám ne verjél, Manu. Ezzel én várok még egy 3 percet, aztán jó lesz. Mivel? Úgy át tudott előttem. Júj, Nino. Jó nagy üldözés van. Már nem letartóztassam. Meg kéne ütni egy biciklis rendőrt. Nino, Nino. Anyám, hát hajrá, nem szeretem a börtönt, ez a baj. Ja, mi voltál meglépni? Hát, nem tudok meglépni, de félek, hogy megkupolnának szívem azt. Akkor hogyan néznél rám, hogyha és abban megerőszakolnának a sitten? Mi a fasz? Hát ez mondjuk nem lenne jó az. Amikor én börtönben voltam, én dobtam. És olyan kis ártatlan szegény lélek vagy. Jó, de hát rajtad látszik, hogy te olyan vagy. Nem értem. No. Amikor én voltam börtönben, akkor mindenki meg akart verni. Nem értem miért. Júj. Ez volt az első beszólásod nekem. Ez volt az első ennyi idő után. Beszóltál ennyi idő után elsőnek. Baszki, hallod, gyújtsunk gyertyát, fújd el. Ne üsd be az asszony! Ne üsd meg. Jajjaj. A fejjük. Jajjaj. És mi fekszel le? Amúgy én szétverném a helyedbe, hogy szóval se tudjon kelni. Hát testvérek, nem bántam. Úgy, úgy. Manu intézi. Manu az én izé, paniserem. Jaj. Mi? Azt mondtam, hogy te vagy az én paniserem. De megbüntetett helyettem. De most miért van? Most miért van szomorú? Esi, most mit ticsáskodsz itt? Menjünk inni. Ja nem, inkább nem. Most jöttem vissza a városba, de már szét van esve a város nekem. Nem munkolok, miről beszélsz? Hova tetted? Nem úgy munkolsz, mint senki. Vissza. Igen, mert tudod miért, de most már befejeződött. Bébi, nem jössz el az izébe az óvóba? Tudom, hogy nem szeretsz dolgozni. De itt van a cyber is amúgy. Te miért? De az óvóban van a nanászos cucc. Jó, menjünk az óvóban, na. De mivel? Van itt valamit? Hát persze, az új BMW, gyere, itt a Latin Lover. Na várjál, várjál, van sofőr, gyere. Ja? Hát valamiben meg kell halni. Na már kezdi, hallod, innentől már szórja. Te de egyébként te ne szóljál semmi, drágám, mert te ugyanon nem tudsz vezetni. Most miért van ide szívem? Profi sofőr vagyok. Igen. Ugyanezt mondtad, aztán gatya X6, gatya R8. De ne ide, gyere, az UV-ba gyere. Menjél, légy szíves. Persze, moziba ne vigyelek. Nem. Pedig megnézhetnénk valamit. Ja, nem a filmet nézni, van egy olyan érzésem. Most miért mondod ezt? A Power Rangers-t is mindig megnézem. Ha nem a szemedben nézne. Akkor azért érszem, fizetünk, ne? Akkor azt ki kell élvezni. Hogyha érted fizetnék, akkor azt élveznünk ki. De úgy fél, te figyelj, bazd meg! A nélkül amúgy nem érvezed, hogy jól van? Hú, de szemtelen! Melinda! Mi van? Este nincs kedved játszani. Mi? De? Milyen Melinda?
Hát a Madeirát nem tudtuk kimondani eleinte, és Melindának hívtuk. Ugye, amikor kékbe vagyok, Madeirának szoktak hívni. Jaj, illetve lófasz, mindenki leramiz akkor is, de minden. Engem meg izé angyalóznak tettek minden. Miért mutog az drága az életem? Hát meg kecire nem látok ott semmit, remélem, ha bemegyek, már fogunk. Ja. Nincs benne anyag? De van. De van egy zárt ajtó, zárt ablakokkal. Gyere, gyere, igen, majd kinyitjuk mindjárt azt. Így erre, így úgy nagyon jó. Hát ez nem sziasztok. Jobb. De az elképzelem. Kérhetünk. Senkit nem látok. Az baj. Szerintem én elszopogatok egy relok kapszulát. Az a kedvencem. Szopogass, drága. Szopogass. Mentolos. Na, hát kell egy relok. Beszart ez a dög. Irányedző nővel úgyis felajánlottad? Dehogyis. Ne vicceljünk már. Én vagyok az edzés neki, nem kell ilyen halandói edzőterem, meg ilyen hülyeségeke. Az UV még így is csinál. Hát legalább látszottak a kis cicák, hát azért fontos azért, na. Pedig nem látszottak, egy embert nem láttam, de a kis cicákat azokat láttam. Szopogos, ez fejelkodás volt Ramonától? Lehet. Nem tudom. Sem megrősíteni, sem megcáfolni. Papi, ez a kari milyen lesz stílusilag? Eddig még nem voltam itt. Ő, hát ilyen, ilyen fiatal, kicsit nyámnyila, de nagy pofájú kölök. De nézd vissza, érdemes egyébként. Szerintem elég szórakoztató lett. Meg mellett egy fasz. Azt a kurva. Nem beszélünk róla. Ah, érdekes. Nekem így jobban tetszik. Na, én meg főleg. Én akkor semmit nem látok magamból egyébként. Le kell vetköznöm és újra felöltözni, hogy lássam magam. Ez a leopárdos gatya van rajtad most. Mi az a kamukockahas? Azért, hogy igazi ízé legyek neked. Vad macska. Már is akarod átvenni ezt a ruhát, ebben rohadsz meg, nem jó. Tényleg nincs benne meleged? Miért lenne melegem ez? Basszakaszos. Elnézést, bocsánat. Te ki ez, hogy itten kötekszik? Azt mondja, a segítség fogságba tartanak egy kínai pékségben. Ezt még minden szabadították ki? Azt mondja, hogy szerencsésítés azért... Jaj, az nem az. Mi? Azért nem tudsz, hogy nem a víz a hülye. Szerintem azt szoktak mondani. Igen, igen. Megyek, nyomok egy kábelt. De a tesóm is oda ment, együtt fogtok kábelezni? Hát bemegyek a nőibe. Na mindjárt. Hát de jó. Hát most miért zavar téged? Nem, itt még éjjel sem. Ülve szarok. Ja nem, csak... Megint egy pillanat. Állva kiszarik most őszintén, hát ezt ahogy is tud gondolni. Egy kérdés, miután elfogadtam a Csépi Discordon a szabályzatot, akkor már mehetek is fel a szerverre? Nem vagyok benne biztos, hogy nincsen izé beszélgetés. Bingo, merre vagy? De nézd meg. Kezdet, most sok gyorsan is megtörnöm a kezem. Mi az? Szia, Bingo. Nagyon kerestél. Szia, Rigó. Nem tudom már, hogy hívnak, mi a kamu neved izé. Kárész. Kárész. Ja, igen, igen. A Kárész. Szia, kék kupakos Suti. Szia, Doki. Szia, kék maszkos, akit nem ismerek. Szia, Romány. Hál' Istennek addig. Méhész doktor. Méhész doktor? Ja, a nőgyógyász. Ja. Ő... Régen ő volt a nőgyógyászom. De most megint praktizál állítólag. Hát jól van. Biztos anyukám is meg tudja oldani egyébként. Mit? Hát ott a izét, a méhészkedést. De hát anyukád picológus, azt mondtad. Hát meg orvos, nem? Most az mi a különbség? Hát de... De most neked az baj, hogy másik pali ott nézelődik, nem, de hogy is az csak munka. Egyébként, hogyha nem orvos, akkor azért ne nézelődjön, azért ne bábózzon már veled rajtam kívül hát férfi. Hát persze, nem? Hogyha nem orvos, akkor nem, de most itt az orvosról volt szó. Hát nekem úgy nézett ki, mint egy srác, aki fánkot árul. Lecsúszott csórikánk. De csak pihenésképpen, hogy mindig puncikat nézzen, de egyébként meg na. Hát azért én tehetném, szóval akkor inkább le. Puncikat néznék, mint fánkoknál, nem azért. Lehet, nem, csak a tiédet, drágám, csak a tiédet. Ezért nézi a fánkokat.
Ja, csak az enyém. De jó, van azért egy pár másodpercet eltartottam, amíg nézem. Mi? Mi? Semmi. Elégy. Magamat ismétlem. Miért ma megint a Debórára? Nem mondtam semmit a Debórára. Állítólag, ha mondod egy szörny vagy egy szellem nevét megjelenik. Igen. Debóra, show yourself. Érdekes, és soha nem szólok. Give us a sign. Ez egy lidérc lesz. Van szellemgömb. Ez egy izé. Még mi vagyunk az ikrek, tudod? Lóó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 ó
Magyar rendőr, hogyha elmegyek a Zsírus kifé. Na, Csesosi. Hol van? Na jó, a dímon, hogy szét kell megtudni elvárni a szellemet, hogy hogy van. Aha, ja. Nem, te hallottad, hogy az érzékeket. Sokkal parább. Mehet este. Fényévekkel a kurva jönnek. Micsoda? Nem csak a sokkal parább bassza meg az a baj. Tényleg? Az, mikor a ruha mögül kiugrik, hogy izé fej. Fasz. Ja, most látom, hogy össze fogom fosni magam tőle. De amúgy nekem nem jobban tetszik a fasz. Majd lesak, nézzél, leslaggozunk, azt rendben leszel. Ide se tudom hívni a kutyával. Lecsapatjuk zuhany rózsával, azt olyan, mintha új lenne szívem. Hát ha más nem, akkor mi ez a sok kutya itt? Nem tudom, most egy kis állatcsóval. Ez egy kutya barát. Kicsit buzi vagy. Én is hozza kutyákat, nekem is. Tudjátok, mit nem értek? Régen itt álltak egy csomóan a bagasztosok. Azok mi lett? Megunták, és most már a csillidat tetején áldogálnak, vagy mi? Lehet. Nem tudom, megmutatom. Hát jó. Cirkuszban vannak éppen. Szezonális időszakban. Mint vagy a kerül? Zentornod. Ja, mint bohóc. Mi a fasz? Azt hittem artisták. Hát egy kicsit olyan, mintha ki lenne törve a nyaka, vagy nem is tudom. A gerinc el van törve, annak a szegény. Igen, egyébként. Pedig benne van a cuccom. Mi van, testvér? Úgy néz ki, mint egy ilyen S betű. Igen, szegény. Csóri! Hogy megnyílik a nyaka, mint a kobra van. Támadni akar! Tényleg egyébként, mint a kígyó, mielőtt megmar. Bibi a rarjának van. Az a kobra lesz. Te hol vagy? Mi? Hívj már vissza azok a pacgecit, hogy lőjél ma meg még egyszer ilyen sztopiszt. Nyomod. Nem á. Te most kutyafutató lettél? Nyufi. Nyufi. Ez egy vérnyúl. Téged. Köpködő kobra ez a poma is. Szegény kopasz fel fejtettek. Kopasztani kérdeztem, hogy átüldözöd? Merre vagy? Itt, beültetem nektek Manót. Jaj, de fasz vagy. Júj, de jó, hogy nincs itt szegény Manó. De neki meg van egy ugyanolyan borzal, amit megmondunk a Manót. Igen, egyébként tényleg megmutatom. Látod, azért hívom a faszomat Sasnak. Figyelj már, Manó. Ok. Nem akarom, hogy mikor legközelebb közel kerülök hozzá, Sas arca legyen ott előttem valahogy. Igen, egyébként ez érdekes tenni. Meg tudsz támadni téged, geci a borz. Mi a fasz? Vagyunk ott. Haló? Hát ez borz. Te elfutott. Megjünk. Aki próbálja kászolod, Sas. Szia, Sas. Majd akkor szalad el, hogyha megmondjuk Manónak, mit mondott, amikor nem bóti. Végül is, ahogy van ugyanolyan szaga, mint a Sasnak. Azt mondta, hogy a borz. Igen, hogy a görény vagy. Igen, elővette a görét, és azt mondta, hogy itt van Manó. Az egy borz! Ezt nagyon lesalkítottad, de igen. De várjátok, hogy hívják a izét. Hát ez engedhet, hogy így elnevezze. Hát én is elnevezze, ő is Sas. Mi? Azt tudjuk. Hát ott fekszik Sas. Te kinevezte el elsőnek, ő. Ő a kreatívabb fél. Én voltam. De én voltam. Ja. Mi ez, hogy a kreatív, te ezt gondolod róla? Hát az, aki többet gondolkodik jól, nem? Nem, az, aki egyáltalán többet gondolkodik. Ja. Nem, aki egyáltalán tudjuk, hogy van agya. Mindenkinek van agya, csak van, akinek szar. Nem tudom, most csak úgy benyögtem. Nem félsz, hogy lefingja a nyakad? Tényleg, már belefosok a nyakad. Egyébként igen, ez az, hogy eléggé kellemetlen lenne. Na most lelövöm a jelző pisztolyt, ezt a köcsögöt. Melyiket? Kopasz. Én is jövök. Kopasz, geci. Van, mit csinál? Aki nem lesz. Nem is kopasz. De hon van? Miért milyen sok kutya után? Az úgy elvileg az én kutyám. De mégse. Tehát figyelj, mutatok, vágjál valamit.
Azt mondja meg, hogy hallott a rohadék árus, geci. Ott egy patkány. Való, való, való. Mi? Hol van sem? Patkány? Hol? Itt van puszta patkány. Valamit vinni. Mi van? Nyám. Gyere már, gyere már. Tényleg, tesó, Princess Puffy mi van? Micsoda? Princess Puffy a... Papi, nem mertek kutyát venni? Én nem akarok kutyát venni. Milyen gazdi vagy te? Minek? No, de nekem is akkor gyerek voltál, te sportoltál valamit? Vagy sportolsz? Na, becserélek a macskámra. Teniszeztem. Nekem fél hatra vert kezd. Tékvandoztam. Ki én? Nézd rám. Szerintem ennyi. Teniszeztem, meg tékvandoztam. Szerintem direkt összeverte saját magát, hogy látjuk. Ja, meg kosaroztam. Azt elfelejtettem, mert azt nem sokat. Fél éve. Micsoda? Hát, na, a gravitációs mezőm is van, jó? Ez a meleg srác, nem? De mi a geci? Nem meleg, de hogyha kapok abból az ütésből, megbasztak titeket kétszer. Hála Istennek. Van itt egy, ha gondolod, ha adjam. Van itt autód? Itt van. Remélem, hogy nem bántasztok a végig. Ja, de nem a jó értelemre basztál meg őket, hanem feldugnám a segre meg a vízbólítőt. Akkor jó. Szeret egyik másik még élvezni is. Lehet egyébként. Meg lehet. És ez nem lehet, hogy akkor szexuális, nem? Alapból volt egy hát ha élvezik, akkor lehet. Jó, az 10 pont a Griffendélnek! Élvég? Nem tudom, még rávert egyet a Manó biztos, ami biztos baseball ütővel. Na bassz meg, megint hívhatjuk a mentőket. Ja, hívom is. Hát ja, lehet nem kell nagyon elmenni itt már többnek. Állandóan kimaradunk ebből nagyjából. Pár perc szóval. Nem tudom, én boldog vagyok, így nem kéne, nem kell. Hívtam neked mentőt, Sasi! Árés! Annak már szíjátja ki. Már kopaszak is kellene látom. Hallod, Sasok már bazog. De most a kopaszadád nem suttog. Igen, de most valaki éppen áthajtanak autóval. Egyébként basszus, még a végén megint a segítőjére velik. Nem voltam, hogy rajta hajtanak át. Igen. Hé, ilyet ne, ilyet ne. Segítség! Trabolják a Manon. Szóval. Ez baj. Az jó. Nincs veszélybe szerintem a tesomtól. Igen, de hogy tudod a tesót futni vele a vállán? Azt nem tudom. Nincs se. Úgyhogy lebaszott egyet a Manon. Igen, le. Bocsi. Anyám. Na, szerinted kinyer. Hár is meg én semmiből nem tanulom. Remélem a Manó igen. Hát egyébként biztos ő fog. Gyors, ez az ő fasz. De így is ki fogják ütni. Pont olyan puhány, mint én. Hát mert nem edzel te se, úgy, mint a Leo. Mint a Gár is. Ezért futni jól tudok, jó? Jó, hát én máshol edzek szívem, tudod. Na hol? Mesélj el. Hát otthon, tudod. Vágod. Na, szégyenlőske vagy kimondani? Hát amikor szexelünk, az edzés, nem? Hát, de ezt még nem leszel erősebb. Hát ahol kell, ott kemény, azt mondtad most. Hát egyébként a kalóriaégetésnek jó? Igen, igen. Azért kockás a hasam. De hogy azért kockás? Hát nekem is csak egy. Egy szép. Nem, vagy. Azt hittem azért kockás. Mert kilovaglott belőlem a zsírt. Hát akkor én edzek többet, amikor én azt... Sajnálom, de megvertük a tesódat. Megesik. De megerőszak voltuk. Megérdemli. Mi? Az is megesik. Segből lett basszva. Kicsoda? Igen. Mi van veled, tesómesó? Senki. Segítség, senkit segbe basszták. Amúgy igen. Bazd meg, ezt tud vezetni. Azt hittem itt már Pufi bácsi. Itt van, dős! Giorgio bácsi. Csak Giorgi, csak Giorgi. Ebben a korban már lehetnem kérdezetni. Giorgika. Én is kosaraztam, én voltam a legkisebb, 190 centivel. Én is én voltam a legkisebb, de sose voltam 190. Szájad. Szerintem ezt meg fog halni. Egyik már... Ó, bazd meg. De leütik a mentőst is. A mentős már ne verekedjetek. Igen, az rövid. Van még így sérült elnézést. Csak értelmileg. Hát értelmileg, azok sem elfogadok. Jó, jöjjön neki. Nem nekem véletlen. Jöjjön neki, hagyom is magának a fájdalom, hogy a pitot. Hogy az a te drogot, illetve aik, hogy ez elmondasz, hogy sajnos nem. Illetve van egy gyógyszer, hogy a mentőkocsi aló. Legjobb tudásom szerint nincs. Mindenki jobban fog menni. Kérem, hogy akkor egyébként esetőleg, amikor megyek, kérem szépen. Ó, egy bőnyál a legyenem. Van, amiért nem tudni, maradt fel? Majd meg van egy tébe. Baszagat érte Rami, akkor fel tudom bőjük. Nincsen, számlás lesz. Kicsit a creepses hölgyek vannak, annak páram. Ketten biztos. Figyelj, tesó már gyógyszer. Nem maradt a rádiót, akkor ezt már igyelte a felcserélődnek. Az most haldaglik. Jó, nem? Jó, van akkor majd. Köszönöm szépen.
Tisztelt! Visszajött a hogy... Az most haldok így. Nem verlek meg. Nálam csak lenta van. Mi kell neki? Ez egy nagyon jó pizz, de gyere oda. Hát... Mit kapok érte? Te... Egy nehogy azt mondtad, hogy leszapod, mert akkor elálljunk. Ez annyira ungarik. Bocs, az nem éri meg. Megkeressük ketten, hol is van a pömpölő. Nem érdekel. Csak fel kell hajtani a pocakat, nem? És az ott lesz alatta valahol. Elvileg ott kell legyen. Egyébként jó, de ki tudja, hogy még működőképes-e? Hát miért nem működne? Hát most a zsírtal maximum most nagyobb már lőnöm. Ugye, nem szívesen teszem a tiédet. Hogy a tiéd sem működjön? Körülmetélések lesznek. Már látom olyan palit, aki gyorsan végzett, aztán elkezdte fozgatni, hogy hát a magához tér, de nem. Faszán. Hát nem magát. Ja, azt hittem pofozgatta a kukiját. De akkor is csinálta. Volt neki a baj, ugyanazt csináltam, mint tegnap én, és ugyanúgy válaszolta neki. Te is pofozgattad a fütyidet, Sars. Figyelj már. Ja. Csirkéről beszélünk. Félreértettem, azt hittem, hogy Sars is pofozgatta a fütyidet tegnap. Hát figyelj, aki nem ért hozzá, az lehet, hogy pofozgatja. Na. Jó, nézzen rá a Sarsra. Igen, de hát gyereke, az csak van valahogy. Egy jó képű gentleman, nem? Fentartásokkal. A Sas. Csúnyán ért véget az ígéretes kosaros karrier 18 évesen kértsérdő és térdműtő. Hát ez melyik attól függ, a Sasi tesó vagy a felkelő Sasod? Tétmérkőzés 5. percében. Mi van? Hát a Sasi tesót azt meg... Sasi tesi a zavar. Valami lemaradtam, de jobb is így. Nem bízol Sasi tesónak ennyire. Mi? Te nagy Sasi tesó szint megnézem, hogy összejött. Hát mert ő a testvérem, baszott, tényleg az. És? Hát attól yeah. Hazudni nem. Én szégyelném. Én nem szégyellem a Sasi tesit. Nagy gangster. Ő. Miért? Kakaó gangster legfeljebb. Nem is kakaó gangster. Azt mondták Sasi rá, hogy kakaó gangster vagy. Melyik? Árulkodós kis kuki. Hogy hívják a szarést? Nem én voltam, múzeum mögülem. Nem én voltam. Mondom, hogy nem én voltam. Van ott elszest, és semmit van. Az asszony verő. A nőtled már szét, ő mondta. Ki? Te csak elestél, nem mondtad senki. De. Én nem biztos, hogy mit nélek meg, Manu. Szerintem is egyébként megviszett téged. A sasat lehet. Olyan rendített, hogy téged is eltalálni. Sasat lehet. Adja még. Verd már meg bántja a nőmet. Mit adja? Egy kalapáccsal veri a kentelő. Mi? Mit se? Akkor meg herkát. Sasat lehet csapafozza a nőhidet, csak mondom. Mi? Gondoltam. Szálljál már rá a csajomra. Ú, bocs, mi? Te inkább ezt szólj bele, nem fasz. Jaj, bocs, te újtsd a nőt. Miért tartsz? Hol a Sasi? Júj, bocsi! Ne, meghalok! Meg is érdemled! Ne bántsd már a csajomat! Te gyászfaszú! Jó vagy, drágám? Ó, a kutya ráharapott! A kutya kivégezte, kié volt? Jézus! Kié volt a kutyus? Gyorsan mentőt. Na, bazd meg! Elharapta a tókát! De ez ki ez a kutya? Nem tudom. Nem a tiéd? Jó, nekem nincs kutya. Nálam kutya nincs is itt. Nem és ezért ne nevest, és ezért ne nevezzétek magatokat Sasnak, gyerekek. Nem a kutyát, a hullet. Milyen? Ja. A Sasokat nem eszi meg a madárpuk. Menj már. De. Hát megnyomtáltak a Nem tudom, de akkor lehajlom szépen. Most mi? Mindig bele kell avatkozni a nagyobb tókába. Jaj, az ácsúcsó! Csak meg akartalak védeni! Nem tűnt még fel neked, hogy akar ezt, meg akarsz védeni, kiütsz majdnem. De csak majdnem. Nem, őt én ütöttem ki, aztán kiütött. Na jó, testvér bosszú volt. Valami kis Shaken Expresszózom magad. Csoklet Shaken Expresszó. Jó. Az nem a tiétek, az a kutya. Nem kutya, az a test. Ja, a másik kutya, ez nem semmi. Megüsselek? Köszönöm a Sasi. Még el sem nyert, miért csak. Jó, hagyjál már te kápszeres, na. Mi az, hogy kápszere? Feküdjél. Direkt nem készültem. Tesó, ne bántsad, most már többet elég lesz, most már én kiütöttem. Szegény ki. Mindig szétverik a fejemet.
pedig hát, azzal gondolkozom. Mondtam neked, hogy edzeni kéne. Hát mire? Golyóálló legyek, vagy mi? Az én vagyok. Mondtam én, hogy kamuizmok. Nem kamu. Nem kamu, csak felfújt olajjal töltött. Nem fejfújt olajjal töltött. Hát milyen? Hát igazi olajjal töltött. Semmi felfújt. Jó. Faszomban. Szerintetek végigüssek mindenkit, hogy kijek? Igen, de... Nem, az enyém nincs itt. Hát csak mert senki se vallja, hogy ki. Lőd le a kutyát, azt nem tudom, biztos nem az enyém, mert akkor már megölte volna ezt a szerencsétlent. Biztos, hogy nem az enyém, nincs utján. Mögött. Ott van a földön. Ott a földön fekszik. Én szememben elsüllyedt a betonban. Mármint melyik szerencsétlen, a sas még mindig ott van a földön. A sasi tesó, igen. Itt van a sasi szegény. És ha lerúgom a kutyát, meg támad? Igen. Valószínűleg. Rúgjatam de ki merem. Merem. Mindenki vigye már haza az állatját. Hát az a én nem tudok, itt van, fekszik, hívtam hozzá mentek. Gecsi, véletlen valakit meg. Akkor én kezdem, hazaviszem. Az én sasim. Gecsi, én már! Szia, drágám! Ez de rossz volt, Gecsi, ez fáj. Szia, drágám, ha mindjárt főpofozom. Főpofozol, tehát láttam, hogy nézel. De én nem megyek el, így megyek el. Már se köszönjek tőle. Hallod? Már az is baj, ha elköszönök. Így véded meg, így véded meg a szerelmedet. Megkapják, azt ellopik az orrát. Hát, családom belül van, abban nem szabad beleszólni, azt mondják. Na, vigyük be. Meg az előbb szólt, hogy ízi, ne védjen meg, mert akkor mindig össze. Én betonom. Négy személyes szó, gyere. Akkor vigyétek be minden jót. Ja, nekem is beverték a fejemet. Mit mondtál? Az, hogy fáj a buksim, nekem is megverték a fejemet. Mondjuk te. Hát akkor neked is be kéne menni, nem a kórházba? Be kéne menni a kórházba, hát igen. Hát akkor menjünk be a kórházba. Jóban menjünk be a kórházba, gyere. Gyere. Van itt autó? Persze, elviszel minket? Persze, elvitted oké a Porsim. Majd én hozom, gyertek. Hova vagy, Doki? Motorolaj van bele, pum. Így a izéből, BMW-ből a... Mi ez? Sebbáltó olaj. Gyere hozzám, szaladt az úr, jól? Csó? Na, szóval menjünk. Pattanjatok be. Kettő mehet le. Könnyököd ki. Kettesbe be. Azaz, nagy király. Hangerő. Hangerő. Mellettem, hát szőke köcsög. Mellettem nem na. Megnyerő. Nem meglepő. Mellettem a seggevő. Faszfelé. Fasznyelő, hello. Az nem baj. Hey! Ja, hát mi van? Hát most lefasznyelőztél, drágám, köszönöm! Miért Ratyi 20-nak is hívhattunk volna? Minek? Ratyi 20. Na, szépen beszélje. Ez a Rákai Filip, nem? Azaz. Azaz. Miért? Oh. Nem jó, nem jó! Geci! Nem jó! Nem jó! Kurva vicces, bazd meg! Hagyjatok, se értem. Mondjuk látok egy karcolást az ajtómon. Ja, igen, én is! Engeditek, hogy vezessen. És kétünk. Nézzek. Hát ez két személyes, bazd meg. De nem elérülni kezed eltől. Úristen. Jó Istenem. Mi a bumbulját kapasz? El tud vinni a izéhez. Azt hiszem, te vagy a sohár, mi? Nem, hát fellök lehet az a szar méhecske ott. Kérlek szépen, hogy jelöl ide. De hogy is feltem. Épp vagy hozzáértem. A kórházba létszi. Most balesetettünk. Kórházba ne hangass erre a csávóra. Hazudik, nézd rá. Nem a kórházba. Hát én fogok fizetni. Igen, akkor menjünk a valkar. Szem is indítottam taxiórát, akkor várjak, akkor mennyire állítsam a taxiórát? Jaj, nyelv. 20 000. Ajaj, a 200 000 indítsd. Az csak borra való. 20 000? Borra való, jó legyen. Mióta rájön, mert nem hallottam. 20 000, így. Nekem futballkarrierem ment tönkre idén. Ez jó, mert 200 méter. Külbokatöréssel. Most itt fekszem 10 kilós gépbe. Úricsi. Ez keményen hangzik. Mondom, tudod. Én vagyok a főnök, elnézést. Az a baj, hogy én is nagyobb darab vagyok, de így is próbálkozok. Sokban lesz ez neked, testvérgyem. B10 pár ezer. Ja, focival? Hát figyelj.
Én úgy hallottam, hogy a Puskás se volt kis darab. Jean-Pierre egy kicsit tovább. És a leghíresebb magyar focista. Ja, itt a garázshoz. Jobbra. Hát nagyobb körbe vagyunk, tudod, hogy... Természetesen, igen. Jó, egy kicsit itt egy burnoutról is egy kicsit köszönöm. Nagyon jó, mehetünk. Nem számolja a kilométert, bassza meg. Akkor ott, hogy csinálja. Na, számlázz a... Nem, szálljál vissza, tesó, mert te fizetsz, bassz meg. Önnétek a picsába, szevasztok. Na, pedig megérdem. Ne, az ajtót, legalább az ajtót csukd be, bassz meg. Mi vagyok én? Be van csukva. Most neked meg. Nem, be van csukva. Gázoljál. Menj innen. Kap egy tízest. Jaj. Szép. Te is miket? Aj. Milyen? Olyan nem vagy, baj, mint egy rossz gyerek. Most miért vagyok rossz? Miért olyan, mint egy rossz gyerek, bazd meg? Most miért? Most kezdte. Van ez is gyerekes. Mi az, hogy ez is gyerekes? Most ez lesz a menő? Csak azért, mert fiatal vagyok, hogy gyerekes vagyok? Nem, addig lesz ez, amit gyerekesen fogsz viselkedni. Jó, felem 80 éves is lehetni. Jó, nem lehetek olyan, mint a Feri, mi az a baj? Ki a gyászt érdekel a Feri? Nem tudom. Na, ez egész na, jó autó. Csak festesd rá, mert szörnyű ez a szín. Igen, ez ilyen gyári fosadék. Milyen gyári fosadék te? Hát ez gyári, nem gyári fosadék. Csak majdnem úgy. Mondott a túlrománizált autót. Mi volt az a piros tető? Az bordó, csak mondom, ez bordó. Mert az a szenvedély színe. Vágod. És azt szimbolizálja, hogy a szenvedélyes szereplő vagyok. Nézd a szenvedélye, mennyit értél? Jó, menj a picsába, hogyha téged is segbe kúrna egy ilyen szuperautó, akkor ugyanúgy repül le ugyanez az autó. Csak a tiéd mellette csúnya lenne. Rossz a rendszáma is, nem gay boy. Mondod te. És volt valami izé. Mondom én. Metamfetamin lover, vagy mi volt? Mi? Meg cheese, hogy mi a faszom lever. Mag cheese lever. Biztos amúgy, de semmi bajom nem lett az előbb. Na, neked jó. Ne BMW. CMW. Gyűjtsd a sikám, jól vagy? Túlélted? Nincs sem baj. Megharapott nagyon. Szia, Gyorgyi! Faszom. Nem, mi nem az enyém volt? Faszom, adom. Soha tűnt a manom, geci van meg. Elhagyott. Na, nekem is hát, hogy megint jöjjön fel a rénszarvasnak! Sárga népátyomban szereti. Csumi! Megint fel a tüzek, én is az rénszarvasnak, adjanak nekem is maga. Milyen, de én ott a cukorrépára taporom. Tesó, találtam neked egy polis. Úgy néz ki, mint a Barbara a Stranger Things-ben. Úgy néz ki, mint aki benéz. És csak ide rám, gyere ide. Életem szerelme, szívem. Jó, Istenem, valakint te! Jó, ez a pokolba is! Ki ez a Pumukli? Ő valami lelkész, vagy mi? Mondom, ő a Barbara a Stranger Things-ből. De hát ez Pali. Van aki eletesre szorulik. Igen, igen, én nem látja, össze-vissza van baszva a fejem. Jöjjön ki ebben. Ezért vagy te itt kint. Jó vagy, kezdre játszottat rányol. Elvittem már. Elrájtom az ajtát, látok az úri embernek a szemüldnök ilyen hámszereti sérülés, illetve az ajtán látok lila fajtokat. Előveszek egy fettőgét, ami gyulladás csökkent, illetve mentolos és üzsítő hatású. Szép voltosan rányom. Mi nem a Joker a elme? Fogalmas is csinálom. Fejvinni az úriember ajcára, a lila folytra, így szép vékonyan fejkenem. Ezt, hogyha teheti három napig jegeljek, kérem szépen az ajcát, hogy a lila folyt eljönjön, illetve előveszik egy fejtőtlenítőt, és lefejtőtlenítem a hámszati sérülést. Kedvencem a fejtőtlenítő. Jó, megtisztítom a sebkörnyéket, előveszik. Csávon ő iped, de az nem tiltott, de igen. Seb összehúzó tapaszt, és szép voltosan megfogom, és így a személydőkére fejtem. Vannak erre adminnyeink, akik kezelik. Ezért adok önnek egy fájdalomcsillapítót az újnak. Folyatotta alkoholt, illetve drogot az elmúlt 24 órában az új. Nem sajnos, pedig lehetne. Nincs magán egy kis kábítószer. Ha, nincsen, sajnos, hogy nem élek ilyenekkel. Gyógyszerallergiája van-e az újnak? Nincsen. Akkor itt egy aspirin, legyen szíves bőfölékkal vegye be. Van-e tévébiztosítás az újra? Nincsen. Ja, de van faszt. Hülye vagyok, elnézést, elbambultam. Mindjárt mutatom. Rendben, köszönöm. Tessék. Lehet Travit játszik, vagy ez is büntetett? Akkor... Én úgy tudom, nem szabad. Egy, és kikisem az, és jó pulást az újra. Köszönöm szépen. Pont most volt, hogy kérvényes, elutasították.
Szép napot kívánok, igen. Viszontlátásra. Én igen mondtam volna rá. Szeretné én valamit, én hogy... Igen? Kérhetek az többség az dönt, egység nyal. Igen? Szerintem jó arc, vicces. Nézd. Szerintem meg nem az. Miért szerintem? Hívtam Brandira, de nem jött el vele. Nem ment el veled a Barbara? Nem. Rávegyük, hogy elmenjen veled és Brandira. Medd rá. Hogy kell? Hát ez az kell, hogy kimenjen a kórháztól. Értem. Ismerem ezt. Erő, mocskos erőszaktevő. Hozzom a kicsit. Dehogyis. Nem kell, van nálam. Szerintem mehetünk. Fel vagyok készül. De van ott egy szőke bula is, az nem tetszik? Mi? Szőke bula? Hát ott nem lehet. Szőke oszfajt. Nem szoktam a bulákat figyelni. Jó, a tesódnak néztem, csak nem kell féltékenykedni. Ja, én nem, dehogyis. Aki randizni próbál, de annyira nem szoktam. Istenem, de csücske. Ez króm, nem? Hogy? Én már a haram utána. Gyere már bána, jaj. Gyere már, mi a fasz majd csinál. Hol van a nőd? Szadvas keresi van. A... Barbara, nem ülsz be? Pont van egy hely még itt hátul. Szia, cica, van gazda. Van itt egy cingli faszi. Imádna. És türkiz ruhában van. Nem. Szereti a hatalmas... Ne, vörös hajó. Mert úgy néz ki, mint a Stranger Things-be a Barbara. Tessék. Robert Palmer-re. Tényleg. Hát nem, nekem mindig az jut. Ránézek a Babetta. Babetta, gyere már. Pont úgy néz ki, mint a Stranger Things-be a Barbara. Milyen Barbara? Hát az, akinek a Nancy barátnője. Na gyere. Na gyere, patta. Biztos, hogy biztos. Gyere már. Mi? Beülsz a csajon mellé. Leveszek a maszkot. 5000 ére jövök. Nézzen milyen helyes vagyok. Fia, leveszem a maszkot. Oh, ne csináld már csajszí. Jaj, csajszí. Ez egy Úristen. Oh, oda vagy egy bitch. Tudnánk károkat amúgy felmérni. Te nem érje fel sem. Hát jó. Hát a káromat felmérheted, haver. Áram kimaradás. Nem gondoltam volna, hogy egy hímnős el fog téged utasítani, mindig van lejjebb. Menjünk tovább szerintem. Jösszk, szarul. Na mi? Hát figyelj. Mi jönnek, hagyd már. Az a nagy helyzet, mert... A hülyéket ott kell hagyni, most őrüljenek egymásra egy kupaszba. Admin, ha jelentik, akkor biztos lesz belőle benne. A hülye Greenbolt az, ami van? Nem tudom. Novaramos volt a csaj, pont visszatér? Úgy tudom, hogy visszaengedtük. A szenvedély felborul szimbolizációját láthatják. Hol van Violet? Azt mondd meg, mert hallottam a rádió. Nem tudom, nem írt. Nem írt, tehát az, hogy te írjál. Hát én nem fogok írni. Na, ne legyél már hülye. Mi van most egyébként? Azt mondta már, nem írt neki olyan romantikusokat, meg ilyenek. Már nem írt neki. Elmúlt benne, ne csengő. Nem írtam romantikus, szerintem lennél vele. Én szoktam neki. Soha nem írt nekem romantikusat. Nem írtam neked romantikusokat? Menj már picsába, mindjárt visszaolvasom. Jó, hogy beszél veled, hallod? Kutyába vágott téged az ember. Kikaparom a szemét egy kanállal. Ugratni fogunk. Dobd az atomokat. Ja nem, ez az, amikor elküldted a csöcseidet. Geci, a szar megfordult bennem. De legalább most kimossa ez a kurva csap. Jaj, elcsöppentem. Tiszta nedves lettem. Azt már szeretem, baby. Jaj. És őt miért hagyjuk vezetni? De te testvéred. Mondtam, hogy egyikötök se tud vezetni. A szemben szimbolizáltam. Akkor miért nem te vezetsz? Ha csak a szádjára, sose ott, ahol mert szeretem. Mert én meg nem szeretek vezetni. Hát akkor meg anyósról a magyarát. Jaj. Tessék, készes. Hogy beszélsz az uraddal? Vegyél vissza csicskujjá menőbe, jó? Mm-hmm. És hozzád meg kiszólt buzikát. Azt mondtam, hogy vegyél vissza és csicskujjá vissza nőbe. Te engem, te ne csicskítsál. Azt kapta. Buzi, és elfut. Kivel vagy? Tessék, blokkoltam neked. Na nézd. És ki foglak megint ütni, te faszfejű? Azt mondja, hogy... Tényleg nem írtam neki soha semmi romantikusat, csak hogy jók a csöcsei. Hát
Mondtam én, bazd meg. Jó, van már. De szeret. De itt van. Gyere, bébi, alig várom, Ravörő. Akkor volt, amikor együtt edzettünk. Hírtad, hogy mi újság, Szokikám? Hogy vagy? Azt én írtam, nem? Igen. Én írtam neked, de te mi? Hát mert azt mondtad, nem szereted a romantikusokat. Hát azért a semmi meg a nagyon izék között van egy arany középút. Jó, hát akkor majd írok romantikusokat. Tudsz te olyat? Hát biztos tudok. Mert te mindig ilyen csöcsközpontú vagy. Hát mert jók a csöcseid, most az baj? Nem, de hogy baj? Ebből melyik az eredeti erre. Vagy a mű? Hát most mű. Biztos jó az eredeti is alattam majd, hogyha ki kell szedetni, és akkor ott ez csak a régi, akkor azt is szeretni gondolkoztam rajta, hogy kiszedettem. Igen? Igen. És akkor megtartottam majd? Nem. De miért nem? Berakadnám egy kis párnába, és akkor mindig azon csucsukálnék. Azt mondtátok akkor? Igen. Hát ahhoz nem kéne párnába rakni az párna. Csináltatnék ilyen izét, tudod, ilyen izét, memóriaszivacsosat, és akkor abba beraknám, igen. És akkor azon csúcsúzni. Jó, de csak akkor, hogy amikor nem vagy velem. Veszünk egy ilyen izé műfasz kiöntőkészetet. És kiöntjük a faszomat. Meg mintázzuk, igen. Jó van, oké. Okay. Adom. El vagy a kezedet, na. Nem, a faszomat. Amelyik nagyobb. Hát azért szerencsére a faszomat. Igen, nincs probléma. A kezemről és nem a karomról van szó. Azt nem akarom itt a karom. Ja, Istenem. Simán. Most érted, én is megdukatom a párnát. Most mi van, hogyha neked mi fasz kell? Én is beszállhatok a játékba. Ne dugd meg a mű, az a... Na! Na! Megyek! Megyek! Alatt kéne neked izét venni, zseblámpinát. Zseblám, de csak akkor, hogyha tiédről mintáznák, akkor szeretném. Hát majd megpróbáljuk, hogy megoldjuk. Salátát nem árulnak most. Lehet csináltatni ilyen kusztomat. Hát fasz a saláta! Egyébként is a saláta egészséges. Te csak ne salátázzál te is. Én nem salátáztatok, mert csak azt mondtam, hogy a saláta egészséges. Mondtam neked olyan a puncit, mint egy finom hamburger. Hát te látod, itt hogy bozd. Látod bozd meg, hogy izé nem egészséges. Kéne, üsd meg. Percét az egyszer. Szervusz Ferenc. Jaj, de jó, bazd meg. Cső, Feri. Szia, mi az? Semmi, bazd meg. Jó van, bazd meg. Nem kell féltékenykedni, mondtam. Nem vagyok féltékeny. Nem vagyok féltékeny, de szétverem. Nem verem szét, miért bántanám? Most miért bántanám? Aki bánc akar, az menjen, hogyha menni akar. Ki ennyi. Akar menni, te? Senki, de akarná. Tegnap azt mondtad. Mi? De hogy mondtam, el akar menni az Tárizsba. Az, hogy el akarsz hagyni? Tárizsba. De hogy Tárizsba mondtam, el ilyet? Akar menni. Ez fülyen, ne foglalkozzál. Szerintem csak azt mondta, hogy franciázunk. Az nem ugyanaz. Ja, nekem. Ja, ó, azt mondjuk családom belül marad, ami nekem mondta. Családom belül marad, érted? Mi történt? Én nem értem. Szerintem itt agylágyulása van a Leónak. Te so, miről beszélsz? Nekem, te mondod, bazd meg ilyeneket. Te játszottál rá, hogy francia? Én azt mondtam, hogy el akar menni Tárizsba. Én másra. Tárizsba. Tárizsba. Hát Párizs. Tárizs? Egy Tárizs. Hát Párizs. Tárizs. És akkor a Digó meg énekelt neki. Elment Tárizsba. Elment Tárizsba. Jó. Ne baszd meg, elment Párizsba, annyit mondjuk. Hát jó van. Ezt jó összehoztátok. Megidéztük. Hát igazából pont fordítva. Elűztétek. De megint ez az, Tárizs. Kihűztük, exercise book! Végre. Én végre. Hát, ő volt az én gonosz ikrem, így most már felszabadult le. Jó van. Az jó van, telibe. Ó, meg egy kérdés volt. De hogy is, de hogy az. Ez igen, kiütött a barinőt, ez a... Igen. Tudnak vezetni a srácok az elényi. Basszus, papi, ezt a tetőről néztem végig. Micsodát? Hát, most a borulást? Jól. Nem jól? Milyen, mi volt a baj? Egészen jól. Ja, azt hittem, hogy az a baj, hogy szólt neked a izé, a choice, hogy már nem írsz neki izéket. Szerelmeseket. Nem. Nem? Már túl vagy a vin? Beszéljük meg négyen, szeretnéd? Mit? Hogy túl vagy rajta? Hát, nem, mi négyen beszélgessünk. Miről? Hát
a V-vel, a testvéremmel, meg veled beszélgessünk erről légyen. De miért kéne nekünk erről négyen beszélgetni? Esod is azt mondaná, hogy ő azt szeretné, hogy gyertek össze, mert jól néztek ki együtt. Meg a V az cuki. De hogyha ti nem néztek ki jól, akkor szakíthatod. Persze. Jó, mert amúgy ronda vagy. Mi? Apás faszom. Nem én akartam mondani. Jaj, megjött Párizs. Na, visszajött. Szívem, hoztál ízit? Francia bundás kenyered? Remélem, olcsó hűtőmágnes hoztál. Én ézi, mini Eiffel-tornyot hoztam. Bevetted a bagettet. Azt mondta tesót, hogy szakítanunk kéne, mert csúnya vagyok. Te? De azt mondja, hogy jöjjek össze, mivel mert jól néz ki, mondom, attól nem néz ki, hogy jöjjek össze. Hát azért fenntartásokkal eléggé. Hagyjad be. Miért te szebb vagy? Ideállok, igen. Mert rám hasonlítasz. Én szebb vagyok, csak most fehér hajt. Vedd le azt a matkot. Hagyjál már, Baby Bogyó, úgy nézel ki, mint egy megöregedett ember. Mint a George Clooney. Most. Nem régen, amikor jó nézett ki, hanem most. Hambas Henrik. Az a kis pornóbagyusz rajtad, az olyan vicces, de amúgy tök cuki vagy te, meg te is, hát te is jól nézel. Nem tetszik a pajszom? Úgy néz ki, mint Döbrögi, aki lefogyott. Mi az, hogy Döbrögi, aki lefogyott? Egy kibaszott, hogy macho vagyok. Macho. Latin lover. Inkább lecsó, inkább lecsó. Lecsó? Te is állj be oda harmadik. Jó lecsót ennék, egy csípőset. Jó, hát de ő lenne a dobogó legőhelyen. Azt mondom, hogy a Ferinél még jobban néz ki a Bigfoot. Na, ez jól esik, ezt köszönöm. Ebben együtt értünk. Ennyi. Legalább. Igen, szerintem is, igen. Ez nem hangzott őszintén. Nem is volt őszinte. Direkt mondtam így, pupát. Jaj, de jó fej vagy, hogy direkt mondod így a izéd az ex-szerelmed előtt. Jó van. Nem izé? Az ex-szerelme, a mostani is. Helyezd már be. Nekem is egy kicsit valamire hasonló. Jaj, ne rongzsal a kedvéért, lehetünk barátok. Mi legjobb barátok vagyunk a Ferenc. Ez így van. Nem is beszélgetünk, hogy legjobb barátok vagyunk. Igen, mert leszarsz újabban. Mert a lenne időm amúgy. Ruzsira, igen. Ha nem megyünk el a Bold West, a szettet le kéne rólad kaparni, mert elég gyászos. Kiről? Hát addig úrról. Mi? Hát amúgy ez a kabát. Valami jó szettet kéne neki össze. Hogy jár már ez a nagy bondás kabátom, igazi tök jó. Nézzétek meg, hátul ilyen izék vannak rajta, koponyák, meg minden faszások. Nem mondom, meg aztán elfordulsz, nem? Hogy a? Skookendi, meg ilyenek. Hol? Hol? Én az én virág mintát látok a hátadon. Nem, virág, meg koponya, az a Skookendi. Lehet, hogy elvette az anyjának a magyaros ízét. Nem tudod a ízét, nem vagyok én túl, Gabi. Hát pedig elég úgy nézel ki. Jajjál már, nem vagy te egy matyó himzése. Bajusz is megvan, a haj is. Tiszta Tóth Gabi vagy. A ízét Tóth Gabinak van bajusza. Miért nincs? Nem tudom, ilyen körszakála van, nem? Azt adott neki a William Szemerő. Meg még legalább hangja sincs, hogyha már énekesnő. Nem baj, ez az úgy jó, Gabi, hogyha tele van a szája. Most kellene beszélni a kocsiba és elmenni. Ja, hogy hisztizni egy kicsit? Van valaki rád, jó? Én most elsétálnak, hoznak egy pisztis, minimum nagyon lőném a felé. Emlékeznál a saját autómmal, visszahoznád? A doki tegye meg ott a János. Hát engem is jól elvitt az a gyász. Ez a fájvam kidobta ki bizony. Ilyen csendes vagy. Hát igen, azt keresem, igen. Akkor gyere te. Úgy is beszélni akar veled itt a Gyere vi, gyere vi, gyere vi. Aha. Igen, gyere, igen, vi. Gyere vi. Legyetek újra szerelmesek. Gyere vi, mert beszélni akar veled a Leo. Igen, én nem, miért nem, akarnék nem, vele beszélni? Gyere ide, kérlek, hogy beszélni akar veled a Leo. Aha. És mi az? Nincs készfeje, le kéne venni ezt az egyet. Kinek nincs készfeje? Ott szembe. Biztos, hogy fázik, aztán bedugta a kabátjába. Hogy ne lenne készfeje? Fázik. Télen én is beszoktam múzni a kabátba, úgy a legjobb. Már most neki nyár van. Lehet, hogy, nyiszi, hogy ilyen így fogy, tudod. Vannak, akik beöltöznek, hogy melegbe az izzadnak. Hát, igen. Te nem izzadsz, ha már itt tartunk? Én? Nem érzed? Én? Nem, persze, izzadok, mert ez fűt a szerelem. Jó. Most mi van? Az előbb azt mondtad, hogy legyek romantikus. Romantikozom, most meg az a probléma. Én nem mondtam, hogy baj, cuki volt. Azt mondtam, hogy muzik. Szia, Feri. Neked milyen a humorérzéked? Hát, gondolom, mi az? Van vi. Mind nevetsz. Bocsánat. Gyere, menjünk úgyis négy személyes.
Én hova mentek? Nem tudom. Tárgyalni akarnak. Gyere, jöjjön pofonai? Jaj, nem! Ha megüt valamelyik, faszra húzom, ami nem tudom kiére. Gyere ide! Nem tudom, hogy megoldató. Nem szeretném a tiédre, hát azért nem kéne mégse. Hát reméltem. Föl akartam ide állni melléd. Akkor én is felállok ide melléd. Meg lehet, hát hogy ne érezd magad egyedül. Most mi van? Hát figyelek rád. Az érzéseidre, ja, meg minden. Érezd, hogy törődök veled. Nem szarlak le, mint a felé. Nem eddig, mit akartál mondani? Én? Nem akartam semmit mondani. A V-nek mit akartál mondani? Nem akartam semmit mondani. Ezt te találtad ki, hogy akarok valamit mondani. Te akartál. Azt szamuszták, hogy akarsz nekem mondani valamit. Akkor nem tudom, biztos azt akartam mondani, hogy legyetek szerelmesek, mert jól néztek ki együtt. Mi? Adok sajtot, tessék. Szerintem ezt kinevette. Igen, szerintem is. De ez nem így megy. De miért nem? Hát tök így megy. Hát, mert ez nem ilyen egyszerű. Ma is ott ilyen csúnya nőknek udvarolt, ilyen úgy nézett ki, mint a Stranger Things-ből a Barbara. Az veletek meg tök jó. Hát az már az ő dolga, én most abban az urat. Hát teljesen el van keseredve, már ilyen hímnősökkel is összejönne, mert nem bírja nélküled. Isten, hát ez van. Csak veled egész. Hát ez szerusz. Ja? Most ezzel nem tudok mit kezdeni. Tényleg? Hallod? Sajnálom. Azt csinál, amit akar. Hát az nem, mert akkor veled lenne. Ismerős a maszka szondja. Hát igen. Akkor nem azt csinál, amit akar. Az autót is vizsgálod, vagy mi? Titeket felmérlek. Hát de... Na, ezt most miben a gondolat, hogy ő azt akarja? Ha nem mondta. Tessék, segítek. Na, méregessék. Mondta. Igen. Nem mondta. De, még mikor? Hát egy négy napja vagy öt. Hogy ő tök együtt lenne veled, meg minden. Csak hogy te nem akarod. Mert hogy már rég volt, azt hiába csinál. Bármit, csak szex van. Hopp, így. Jaja, ott a tenger alatt járósnál. Igen, hát az te... Én ilyet mondtam. Keressünk autókat. Nem is egy tenger alatt járóban voltunk. De áthallatszott. Jó. Meg utána is beszéltünk a tábó tűzni ott. Na most ez? Hát nagy cigányok vagytok, nagy cigányok. Na annyira nem, azért állunk ide fentre, hogy nagyobbak legyünk, így most már emeletes cigányok. Nem cigány, azért mert olyan bajusza van attól még, de nem az. Ja, kérdeztem anyukámtól, nem vagyok sajnos az. Sajnos, mi jobb lenne a gigány lenni? Hát nincs, nem persze. Én lennék a digórigó. Az igen. Vagy a rigózigó. Milyen helyzet veletek? Egyébként minden fasza, minden rendben van. Minden fasza feszes. Cse? Kirincs, hát, jöööö! Szia! Geci! Szia! Hát itt átöltözött a viszett barátunk. Hát ez ilyen. Tudod, ilyen izéje van, ilyen csipendér ruhája. Szétgombolta, aztán már ott van. Ennyi. Táskából vettem elő. Aha. Mi? Vagy? Mindegy, a lényeg, hogy elővetted. Hírem, megyünk el beszélgetni. Az a lényeg, hogy én elővettem. A ruhám. Elővegyem. Ne vedd elő. Köszönöm. Nem kell mindenre fölhördülni, ha olyat mondok. Ismersz, hogy milyen vagyok. Igen, igen. Ismerlek. Na most ez, mi volt ez a hangsúly? Milyen hangsúly? Igen, igen, ismerlek. Hát, simán. Visszöltözök, mert meglátok, a többiek lelőnek, megesznek. Mert már megkaptam az éve. Igen. Kitől sütitől? Persze. Hát ment az info, hogy Frejkék jó ebben volt. De itt volt süti is tegnap. Nem látott. Vagy ez nem ő volt? Nem látott akkor. Akkor én nem voltam ebben a ruhában. Ja. Csak az azt mondja, hogy mindketten rendészetén tanulunk, és ez a csak ha olyan napon jön rám, amikor melózok, tehát nem csak nekem. Kellemetlen dolgok jöhetnek. Miről van szó? Ezt nem értem. Ti gyerekek. Minden rendben? Drágám? Mi a fasz csinálsz? Igen, be vagy tudom, hogy miket fejtok ebben a szervizet, te gyerekek, ebből én is kérek. Repültünk egyet, ez kinek a kocsia? Ez a szalheli. Kiskalamb vagy, vagy mi a faszom, hogy itt repkedsz el? Vagy boszorkány? A tűz csak kitört, nálatok nem? Édem! De csak egyszer. Igen. De hanem időnként előjön, és akkor spriccel. Időnként spriccel egyet is előjön. Így se hívták még, baby. A kis tűzcsapat. Gondolod, esetleg ad neked. Kis tűzcsapat. Azaz. Nem akarok olyan lenni, hogy itt kunyer már, meg ilyenek. Jó, az időnként előjön, a spriccel. Jézus, mi az?
Hol a rendőr, megyek ki, játszok vele. Ott a másik oldal. Tesó akarta menedzselni, de... Én nem engedtem. Ez nem rendőr, basz, nincs rendőr. Itt nem volt menedzser? Minden. Nem, végül nem. Ez nem rendőr, az csak egy balfasz. Csak itt álltad, nem tudom ki. Lilo? Hol lett a testvérem meg Vi? Nem figyelem, hogy beszélgetnek. Bevonultak valahol. Remélem, hogy szerelmeskednek. Baszélgetni, mi? Baszélgetnek. Szerelmeskednek valahol, egy bukornak. Elbocsánat. Fúj, szerelmesek, fúj, fúj. Most miért fúj? Hát mi szerelmesek? Hát de figyelj már, te is csináltál már olyat, nem mondjak hát, már. Én soha. Nem volt hát, esős a szerelmes. És a gyerek az úgy csak a segiből jött, ezt a gólya hozta. A segiből jött, mi? Mi? Segiből. Mi? Ja, úgy értettem, hogy a gyerek csak a seggiből jött. Mi lesz veled 67 évesen? Nem tudom, biztos meghalom. Figyelj, én addigra leépülök melletted, az vége. Mi mellettem? Mondjuk az... Hát mert miért más mellett épüljek le? Azt hittem szeret. Igen, de miért tőlem épülsz le? Nem mondtam, azt mondtam, hogy melletted. Nem azt mondtam, hogy mi az. Szia, fel. Csák a bukék. Ja. Nem értem, miről beszélsz amúgy. Azt hittem már nem is akarod, hogy leépüljek melletted? Hát nem akarom, hogy leépüljél, azt akarom, hogy szépen legyél ilyen szinten tartva mellettem. Szinten tartva. Hát ne plasztikázok akkor. Elkapjam. Kivasaltatod a herényedet. Mentős Nino legalább? Szeretnével megállom. Akkor rohadjanak meg. Lehet, hogy el kéne küldeni Víjéket anyukámékhoz. Párterápiára. Lehet. És akkor lehet, hogy örökkel szerelmesek lennének. Azt tudom, csak nem összeházasodnának. Kire? Mi? Semmi, nem mondta semmi. Anyukám, küldjük el őket, küldjük el. Én elmondaném simán. Szerinted benne lennék? Csak ott van. Rád küldtem. Nem biztos, de majd megpróbálnánk őket meggyőzni. Ja, rá beszéljük őket. Szerintem a tesódat rá kéne beszélni, és a Vit meg meglepni. Ilyen meglepetés párterápia, mint a Mónika Show. Tényleg, csak utána nem verik szét a berendezést. Jó esetben. Meg nem megy a tévébe. Hát igen. Ki tudja. Ja, azt ő is ott üvölteni a izének a... Hogy hívják? A kevés pénzűnek? Vagy hogy hívják? Rántott Bódka. Hús. Vagy mi a fasz? Csodát. A tesódat nem jut eszembe az izé a kamerának. Árés. Árésnek, hogy izé. Nem tudták kielégíteni! Az, hogy a kevés pénzű. Bezzeg a picsámat, kiszopkodtad! Oké. Látom, hogy te is ezen a műsoron szocializálod. Igen, igen, igen. Oda tedd bele a picsájába, oda! Miért? Akkor is a fogatlan vámpirági a kedvencem. Pitbull kutyákkal megetető! Mi van? Pitbull kutyákkal megetető! Hát az Isuzu kis busszal voltak benne ilyen pancsák kis köcsögek. Azaz köpköd a vámpír, nézd! Faszom! Két foga van, azt is tombolán nyerte. Pass! Mit csodált? Az semmi, japraztam. Nógrádi vámpír. Ez a legendása. Lehet, hogy már gyereket is csinálnak ennyi idő alatt. Hát, dehogy is. Hát, ilyen gyorsan nem lehet. Mondjuk kell 15 nap, hogy felmásszanak. Nem jó gyorsan. Mert én azt a 15 napot, hogy felmásszon még a mai napig, tehát azóta se értem. Hát én se. De hát nem is nekem kell szerencsére kihordani. Úristen, ott egy szarvas. Jézus. Jaj, már csak a szarvas. Ez a Barbara barátnője. Igen. Szia, szarvas. Kár, hogy nyissd állam a muskétám. Vadász kis van nálam, mint tízzük. Persze. Minek neked a muskéta? Te nem szoktál vadászni? Te hogy? Nem voltam anyukámmal vadászni, meg a Petivel. Jó. Te mi a faszomat csinálsz? Megütöd a nőmet, te csöves! Megütöd a nőt! Hallod, kiforgatom a beleidet, hülye gyerek! Nyújj, nem téged, bocsánat! Én eltenném azt az ütőt.
Én eltenném azt az ütőt, hallod? Én eltenném azt a kést, mert még a végén maga szúrott le. Igen? Tedd rá azt a kurultot? De én csak azt nem értem, hogy miért történik ez a fasz. Kutyát rájövődsz te. Megütötted a nőt? Hát ilyen szarvas bohóc. Az a baj, én tudom ki ez. Igen? És nebből femle. De nyugodtan. Kutyát küldjem? Nekem is van kutyám végül is. Nem véditek meg egymást? Most jutottak ki a társatokat. Az a baj, ő is az, bazd meg. Ja. Nem látszik rajta. Hülye buzik, mennyi onnan? Mi az, hogy bohóc? Mi az, hogy bohóc? Hát világít az órod és piros. Az már kiárt neki, az már kiárt. Ne haragudj. Nincs több drogom, az baj. Elrúgta a lábamat. Várjál, nekem van. Bibis, kapok egy puszit a lábamra. Adjak? No, ezt már szeretem, bébi. De hát meglátod, azt egyből muskétát akart. Mindent, hogy rájut az egyedik. Hát igen, mert nagy vadász. Mert? Majd jó az asszom, hogy azzal vadásztam. Mert mi van, ha lőveszem? 360 ezeret. 360 ezeret, az jó pénz. Keci, hát ne akarjon már nekem mindenkit. Abból már majdnem visszajön a muskétár. Hát ez már megvan egy idejét, hogy ez már visszajött. Na akkor jó van. És most célom. Az is nem arra volt, hogy nem lehet megverni? Kit? Nem voltam, hogy kérdezik. Kurvára szarva egy-kettő, most érted? Max megint megüljön szegény. Na, hogy is? Miről beszéltek? Azt mondta, basszunk fejen. Csak úgy említem. Most milyen szelfizünk? Nem, az enyém. Mi? Nem, csak meg. Azt mondta, hogy basszunk fejen. Mi folyik ott? Aki az autó? Azt hittem szelfizünk. Aki mi szelfizzünk? Hát azt hittem kirakod a Twitterre, hogy szerelmemmel, vagy valami. Jaj, nem fogsz el a szemotorobra. De fel akarok. Melyik filókommal, tök mindegy. Ez ki az autó? Árisi hazudja. Ouch. Az miért azt csinálnak már Árisik? Milyen arcot vársz? Most hol vannak. Milyen? Nem tetszik? Nem tudom, hol van, elmondottam beszélgetni a víve. Dumának. Hogy a mindenki mindig amúgy. Andi, úgyse fogok fotózni, míg grimaszol az reggel. Az mondjuk. Ez hülye. Tessék, kosolygok. Mivel? Hát nézem. Figyelj, nem lehet, hogy csak úgy normálisan nézel ki a fejét. Balra, kopasz bele a fosott a izén. Nem lehetek már boldog sem. De lehet. Mekkora csöcsei vannak a nőmnek. De figyelj. Beletetted a gyerekeidet, vagy mi? Big Mommy Milkers! Nem viszem, hogy mi a fasz? Hát a szívem itt nem lesz, hogy nem vágsz normál egy kosztom. Azt a mindenit! Mi lett a kutyával? Előtetted a kutyával? Nem nézd! Nem tudom, mi a fasz? Na, ugye, tudsz, te akarsz. Én akarlak. Úristen, lájkolom is. Tukik vagy szó. Ezt el is kérte azt a képet, köszönöm. Kúró lájkokat kérek. Kaptok egy lájkot. Helyes. Na, most mind normálisan is nézel, látod? Én mindig normálisan nézem. Hú, nem nézek ki nagyon öregnek melletted. Nagyon szarítam, ha bijelentem, alig törte a kép. Ja, mindegy, jó lett. Az a lényeg. Nyomokba látom. Olyan, az áradék betöltött a kép. Aha, ó, hát azt írja Doki, hogy szépek vagyunk. Király vagy Doki. Jaj, köszi Doki. Sippeljetek minket. Csináljon az? Sippeljen. Be vagy nyomorítva úgy a motorba, az a szegény kutya. Az mit jelent? A sippelni? Hát az, hogy örül. Igen, igen, így van. Aha, ne bánts. Mint ahogy mi sippeljük tesódékat, csak ők leszarják. Á, érted. Még épp, hogy megtanultam a... A bífelés, most meg megint egy új szó. A bíf? Az a marhahús. És arra asszociáltam először, de aztán ilyen egymás voltogatásra. Jaj, amikor geszizel vele, az is a bíf. Igen. Mi? Nem mindenki bífel akkor ezek mi? Szerint. Na, hát igen. Ez már nekem is fúj, de mindegy. Elmártunk. Hova? Let's go, Buter. Leüthetlek meg innen. Nem. Ne is benne a nőmet. Kicsit Don Juan. Szia, Frey. Egyébként. Kést rántasz rám. Akkor mi van? Ne üsd meg a nőmet. Jók a csírok a gyomrodba, úristen. Nyegye már. Világító orrod, de menj be egy alagútba, aztán mutass fényt. Szerintem a kis. Hm? Mit nyugodjál már, és szervas. Szerinted amúgy megláttál azt, hogy Blizzard, nem hoztad el a muskétádat, hülyeskedek azt a komolytól? Hát ő is hülyeskedett, nem? Hülyeségben nem üthetlek le onnan.
Nem, mert fájt. Ó, de nagy. De nagy mozi. Amúgy, de nagy mozi. Úristen, megütöttél. Egy jó mozi nagant. Az jó lenne. Ó, jó is lenne. Ügye, ügye. Na, és jó, mindenki szép. Na, megjött a bagoszt. Na hát az az... az hát csak az oké. Hát már hiányoltam őket, olyan furcsa volt, hogy itt a főpublik, aztán nincsen vagosszal tele. Na mostában ilyen 9 óra után jönnek csak. Igen. Mi addig izé van? Ha. Óvoda van? Hát nem tudom. Lehet amúgy. Addig duran az isi. Már lehet. 9-től 10-től lehet tovább tanulnak. Meglövik a pizsit. Igen, izében vannak. Napköziben vannak, suli után tudod. Meg kell csinálni még a házit. Hát igen. Sajnos nem a pálinkát. Hát ezek mit kicsit. Jó Istenbe. Mi, te is iszákos vagy? Mi a neve? A szerelem hangját hallottam szívem. Ilyen neve van, amit nem bírok megjegyezni. Egyébként meg úgy érzek ki, hogy egyébként itt van egy piás. Nem is szoktam sokat írni. Hát azt kell mondani, hogy fasírt, nem? Az úgy szerintem illik rá. Fasírt? Fasírt kékezem. Fenrir! Mint a South Park-ban. Tényleg Fenrir. Fenrir! A farkas, nem? Aha! A világot felfalló farkas. Sok mindent megmagyarázt. Akkor már mindent ért. Igen. Na, kreatív voltam. Igen, adom. Fenrir. Az jó. Egyszer Fenrir, egyszer Lárir. Mi? Ez fáj. Hát amúgy... De legalább te meg tudtad jegyezni az én nevemet, az is valami. Jó, hát azért szívem azért. A te nevedet, aki nem jegyzi meg, az buzi. Én egyből megjegyeztem, amit mondtad. Miért akarsz kiütni? Ő nem Husi, a Fenrir. Husi. Fenrir! Itt a világot megbaszott farkas. Tik. Miért szó balabba is, hogy kit hogy hívok? Miért vagy így befeszülve? Nem érted a viccet, a szarvas. És tényleg velük szodnép, mi? Na, ez neked! Ott volt egy sajtos tejfölös, hogy is érdelemtett. Egy jó lángos. Tényleg, holnap süt. Sőz egy jó lángos? Csinálj már nekem is. Végre nem rendeljük a kaját, csinálsz is valamit. Jó is lenne. Csinálok. Lángos szaszudok is. Ó, király. Sajtos tejfölös, bék, pirított békennel. Nyom. Jó, ide hagymással. Ó, se rossz. Ú, de sok nyálam lett. Az jó, az majd felhasználjuk. Fel. Nekem Ferryről nem sok jó jut eszembe, csak az, hogy miatt töröltem le a Rainbow Six-en. Amúgy sötlet hirtelen. Mi? El van bújtam. Mondom, mindenki elment, hál' Isten nyugalomban. Igen. Nem tudom, Viék, mit mindenki csinálnak egyébként ennyire. Hát szerinted? Jön, a ti srácaitok is vannak maguknak. Ti, ezt biztos. Szerintem ők már alszanak ilyenkor. Igen. Nem mentem vissza a rádióra, miután beszakadt a fülem, szóval. Jaj, nem vettem ki veled. Basz, ma csak veled foglalkoztam, baby. Ő mindig mondott, hogy nem romantikázom, meg ilyenek, az... Látod, csak veled foglalkozom. Csak veled, baby. Egyszer már csináljunk valami ízét, ilyen romantikus randit a naplementébe. Igen? Nem megnézed a felkérdésest. Igen, a felkérdésest, aztán... Mi van? A felkérdésest a izé, naplementébe. Az, amikor kicsapod a kopasznyakú sasta izé, a nap elé. És akkor... Vágod. Azaz. Csacsi! Torokra veheted a solymat. Csacsi! Nézd, grillezik a karácsonyra. Egy jó vadas! Azt mondja, amúgy? Amúgy, ez jó is lenne. Bár egy törköt csinálnál az. Nem is tudtam, hogyha beleáll valaki, az kigyullad, mint a faszom. Én sem tudtam. Hagyjuk el! Ez egy jó magas égkapon ég ez a szar. Na. Akkor jó, hogy nem lőtt le bele a sasi. Hát igen. Hát annyira nem kellemes. Ha visszaesik, akkor fájhat. Lehet, hát engem már felgyújtott egyszer. Hogy röhögni, mint valami ízé. Amúgy író lett.
pszichopata. Hú, az majdnem elkapta a Fenrirt. Lepisi. Uj, uj, a motor az nem biztos, hogy jó. Ez baj. Jajjaj. Tudtam, hogy itt jó van, csak mellébe. Egy pillanatra azért azt hittem, hogy ott dum lesz. Én is azt hittem, jól beszartunk, itt elfutottunk. Na, vissza a pár, hát igen, szép dolog élni. Mi van, Feri? Mi csak nem is köszönsz nekem. Előbb köszöntem, te só. Ez is egy üdvözlés legalább. Micsoda? Hát ez is egy üdvözlés végül is. Megkurhat. Ismerem én azt. Thank you. Persze, akkor mi a fasz? Miért nagyon sok rajta a tíme, de érted? A kalapos. Kopasz. Az kopasz volt az a kalapos. A kopasz, aki nem kopasz. Egyébként van egy kutya is. Nem? Akkor nem vágom. Köszönjük. Szia, kopasz. Csak a puma egy kicsit összegyögöm, te. Azt mondja, hő. Az kicsoda. Fölfejlök meg oda, várjál. Hát te. Kopasz. Kopasz vagyod, kívánok. Köszönöm. Rövid vágyat. Te. Szerves fegyet. Vagy a hát, szépen már bazd meg. Valaki fixen meg fog dögleni attól a fákja pisztolytól. Tuti. Megesett. Profetiszoljék belőle. Bizu szarvaskám, jóságtága, kicsi szarvaskám. Gyere, várom a véget, érted? Mert már ki volt kégbe. Adj egy csókot. Ahogy ne. Megint kezdődik. Hát ha valaki feltenne oda, akkor jó lenne. De nem tudnak feltenni. Mi az, drágám? Nem bírod a melegeket? Nem bírom, amikor ezt csinálják. Annyira undorító. Hát de mi is szoktunk smárolni. Oly, azt a golyó fejed. De mi nem vagyunk két pali. Fogsem, ne kosnáljunk azt a nagy fejedet. Ezzel volt. Na jó van. Légy szé. Nem kell félvédte. Jön már nézést. Már nézést? Mi már nézést? Nem tudom. Mert azt mondtad. Nem, azt mondtad már nézést. Ezért fogok kapni egy epilepsziás rohamot vannak, hogy virágít a szegény lány sonája. Most mégsem egy jó rádiónk, vagy mi? Jaj. Hát amúgy nem teljesen jó rádió, igen. Nem teljesen jó. Motor alatt nagyot robbantott, így vitte volna a két kutya is közel. Meg három kutya. Vagy hát három kutya igazából. Mi? Egy német. Már nem vagyok benne bicsi. Nem minős egészséges. Én ott látom, ott öleli a kis tigrist, vagy mi. Gyere át, igen. Leharapja a passzodat az a dögrest. Ó, rákapnád is. Korábban tartott. Mi az, hogy az is? Az is, jó hallottad, jó hallottad. Hú, ha nem lenne Dajs, mert még te rúgnálak arra a motorról. Lerúgatnád. Én megköszönöm. A puma támad. Hallod, Frey, mutatok valamit, gyere itt. Bátyával. Szemtelen kis kó. Én magam vagyok a fegyver, jó? Nem, van kettő szemem is. Nem, mert biztos. Nem, nehéz tüzérség. Nem, mert beállok mögéjük. Nem, azt gondolj vele, állok a lábára, az fixel törik. Mellé, ment! Le lehet kérni motorral ilyenkor egyébként? Szerintem én nem vagyok benne biztos, hogy fel lehet gyújtani ilyenkor. Nem kérem, hogy felgyújtsunk meg. Hoppá! Ócs! Ilyen basszós! Jó vagy, Kersz? Persze! Neked a motorálom? Állatod! Nincsen nekem, csak a te kis puncicusod. Jaj, Isten! Ojajajajajaj! Igen. És nem akarsz? Nem, akarna szívem, de hát most itt sokan vagyunk, nem lehet. Nem engem, baby bogyó, állatot. Ja, nem tudom, annyira nem lehet. Még jobban a szerelmet. Ez csomó felelősség, meg minden. Nem gyújtott fel őket. Nekem két kutyám is van. Két kutyád is van. Német, német. Remélem nem én meg a tesódra gondolsz. Szeretném. Nem, igazi kutyák. És milyenek? Hát van egy husky, meg van egy golden retriever. A golden, az cuki. Miért a husky nem? Hát az a kettősök. Ugyan, ugyan. Halló? Jó, hát itt a felé. Larúka. Há, én nyertem, hogy írul ettem. Én azért megyek, mert mindjárt kigyulladsz a faszomban. Mitől lett ma ilyen sláger a fákja pisztoly? Sasi is azzal növelődött. Akciós volt a boltban, valami? Nem, ez csak nálam sláger. Nem, a Sasi is egész nap ezzel lőd. Jézus. Itt rá akarunk világítani a dolgokra. Nyírul lettesztünk. Boldog új. És majdnem én voltam többé. Boldog új. De a faszom én futsz mellé. Fegyverboltban. Seggembe búj. 100 ezer fegyverboltban. Kajak, nem veszek már egyet. Hát menjünk, vegyünk egyet, baby, elviszlek. Jó van. És lehet színezni is egyébként. És akkor színes lesz a lángja is, úgy tudom. Igen. Aha. Hát hallod, Rami? Igen, hallom. Sok pénzed van? Nincs.
De van, de mire kéne? Hát így ajándékban, nekem is egy ilyen. Ja, megoldjuk. Én tudnék venni, csak nem akarok. Hallod? Hozok neked kezd. Milyen festék megy? Ez érdekes volt. Igen. Szerintem ez nem kétszemélyes. Nem? Próbálj meg feszadon. Próbálj meg feszadon. Hallod? Ez nem kétszemélyes. Ja? Akkor feszadon gyere. Várj. Jó. Jaj. Ini, mini, miny. Miny, mo. French water, jaj, what time, bevár a digó. Ilyed is van. Hát igen. Jó van, most már elvehetsz feleség. Miért mutogatok várni? Mi? Semmi vicc. Mi vagy tengó digen? Egyébként az van a csípőmre, a seggem fölé te tovább. Hát azt nézmettem, de hát nem tudtam, hogy ez komoly. De nem vagyok az. Nem. Nem. Akkor nem csak a pénzemért szeretsz, mert örököltem sokat. Nem. Akkor jó. Csak előre futok, mert úgyis lassú vagyok. Jó van. Csumi! Itt dolgozol, bátya? Itt. Figyelj, már kéne nekünk 3 fákjapisztoly, meg mondjuk nem tudom, 90 skuló hozzá. 90 skuló? Aha. Hát lehet, hogy annyi nem lesz, de mindjárt megnézem nektek. Jössz már. Jó. Az elég, nem, baby? Először 30. Hát bőven. 90-es kuló egy kicsit soknak tűnik, de mindjárt megnézem nektek, hogy van. 30-at elő, és 3 van. 90-es kuló, az lófasz. Na, egy pillanat ránézek, hogy mennyi van itt készleten. Jöttél nagy tételbe vásárolni. Hát ez ilyen. Úgyis Gold Digger vagy, látnod kell, akkor hogy izé. Van hallod, már. Dobjál meg két... De nem vagyok az, a jó Isten áldjon meg. Öt tárra légy majd. Megáldott veled. Ja, Istenem. Fú, majd mindjárt. És látod, jó, nem szabadulsz meg tőlem. Hát remélem, hogy nem fognak lecsapni a kezemről. Tudom, mit kérsz, Falcon fegyvert? Ez milyen típusú fegyver? Falcon fegyver. Varoklő fegyver? Hát a tied az fegyver. Hát az biztos. Az is nagy kaliber. Igen. Egyetlő, de nagy. Hát több ezret lő egyszerre, nem azt mondták? Hát de... Vagy millió? Hát de... Nem tudom, mennyi van benne. Hát... Mennyi van egy lövetbe? Sok. Na, sokat lövök egyszerre akkor. Mint egy forgótáras gépfegyver. Jó, úgy nézem, lesz. A minigán. Csak az nem hangzik jó, mert benne van, hogy mini. Igen, de hát azt tudjuk, hogy milyen nagy a minigán. Mi? Minigán, lesz 90 darab kilőhető fákja, meg mi kell még? Szuper. Meg 3 darab dolog, ami ki is lövi. 3 jelzőpisztoly dobja hozzá. Azaz. MK hanyas dologgal lehet festeni? 1-es, 2-es? Azt hiszem 1-essel. Kösz már. Ha jól emlékszem, 1-es. Jó. Milyen színűt szeretnél, baby? Rózeszín. 3 darab. Ez jó. Ez nem volt bonyolult. Fegyverengedélyed van? Nekem van. Hogy van. Neked is megnézhetek van. Egyet? Mindegy, hogy melyiket. Egy pszichológiai engedélyt, meg egy fegyverengedélyt a rendőrségtől. Csak éppen veszem a színezéket. Meg egy szemét majd. Na, az pont nincs nálam. Nincs. Se hölgynél? Nálam itt van. Jó, akkor megmutathatja a hölgy is. Jó. Jó van. A személyét, én meg a fegyverengedélyt? Nem, meg a fegyverengedélyt, és akkor... Jó van. Így, hogy ne kelljen elmenniük, majd visszajönni, meg hasonló. Itt van a... Mi a faszt keresek már? Remélem, hogy aztán. Pszichológiai. A faszom telefon, bocsánat. Pszichológiai. Hopp, neked mutattam, ne haragudj. Semmi baj. Látom legalább, hogy rendben vagy fejbe. Nem kettős a csaj. Á, az a jó. A kettős. Be vagyunk baszva, amúgy. Mi? Be vagyunk baszva? Én nem ittam. Te itt állsz? Le baszva, de majd kint megbeszéljük. Le vagyunk baszva. Mi? Miért?
Rádión lebasztak téged? Szindéki arrébb egy kicsit, mert megőrülök. Oké. Okay. Szia papi, én vagyok a Vladimir, nagy nehezen megyek fel. Rendben van. Addig gondoltam, benézem. Jó van. Akkor kell a lőfegyver, ugye? Uh-huh. Tessék. Köszi szépen. És még egy személyt. Jó. Tessék. Köszönöm szépen. Jó, akkor egy pillanat, és kiszámolom, ez mennyi lesz, és akkor jó. Kire számlázhatok? Nekem számlázhatod. Én vagyok okay. A digó. Ne csúszom meg a kezed. Egy nullával kevesebbet írja akkor már. Ne többet. Ja. De zavar hát, össze, kérlek. Is. Még számolok? Addig azért nem, jó, csak nekem lassult be a tehetség meg a menüm, de nem, megnyugodtam. Nem, most van valami probléma. Gondolom amikor kiestek mindenki az úton. Jó, lehet, akkor ez 465 ezer csurintös számla lesz. Szuper. Hűha. Egy pillanat is kiszámolom. Kiszámlázom, bocsánat. Csak nyugodtan, addig befizetem azt a 100 ezernyi trafitaxot. Nem is értem, hogy hogy kaphattál tényleg. Parancsolj? Hát ne viccelj azért, akinek csak BMW-je van, annak tudja fizetni a büntetést. Így. Parancsolja a fákját. Köszönöm. Gyere közel, egy jelzőpisztoly. Egy. Még egy. Mivel sorozott számolán láttattak így. Ja, igen. Jó van. Azt mondja, egy. És parancsolj még egy. Így három darab jelzőpisztoly és a 90 darab kilőheti fákja. Bármi másban tudok segíteni nektek esetleg? Nem, köszönjük szépen. Rendben. További szép napot! Nektek is további szép estét, sziasztok! Azt mondja. Na, lépjél ki szolgáladva. Pillanat, Liamre még számláznom kell, vagy? Ja, nem kell, annyira nem kell. Tehát... Hát ez nem túl zöld. Én úgy emlékeztem, hogy zöldet a fények kéne, is zöld. Hát, ja. Ah! Azt nézd! Fellőttem a táblára! Igen. Ott akadt! Azt a... Profi vagy. Na, szóval tesó azt mondta, írta SMS-be. Nem részletezte, hogy miért, de azt mondta, hogy mondja meg neked is, hogy nem akar többet hallani erről a V és ő dologról. És miért? Basz, nem tudom, de akkor nem basztatom vele. Jól van, akkor ne beszéljünk róla. Kár egyébként, pedig szépek együtt. Összeházasodhatnának. De ha valami miatt nem működik ez a... Ó, de pink! Na látod, a tiéd pink, bazd meg, az enyém meg nem ja. Zöld. Ezt a kibaszást. Biztos. Hát neked ez zöld? Nem, kurvára nem zöld. Kecire nem zöld. Na várjál, megnézem, hogy milyen színük vannak még. Jó. Fekete? Gondolom, hogy nem lesz fekete. Rendőrségi. Nem. Narancssárga. Latina. Hát kb. Ennyi. Van arany. No. De mondjuk az arany, ez most ez is, érted? Sárga. Hát ez is, igen. Megnézem a katonait, az milyen márnya. Kán. Vagy mi az rendőrségi? Tényleg nem kérdeztem még a kedvenc színed neked mi? Ó, ez jól néz ki, ez ilyen ezüst. Nekem egyébként a kék. Oh. Látod, milyen kurva jó, hogy még a színemben is jó vagy, baby. Igen. Tök jó. Egyébként megkevés a kék, meg az ilyen lilás kék, meg a lilás kék. De nem az, a rózsaszínbe hajló lila, hanem inkább az ilyen kékes lila. Jaj, vágom. A baszatlan nők színe. Micsoda? Hát azt szokták mondani, hogy a kielégítetlen nők színe a lila. Na, az hülyeség. És nem tudom, lehet, hogy mondják ezt, de nálam ez nem áll fenn ez a történet. Hát, de reméltem. Nem szimulálol. Na. Mina. Jaj, itt Manu! Szia, Manu! Ja. Ja, én is. Szerintem a barátnődet pumpálják. Ne aggódj, élvezi. Jól vagyok. Ja? Jó van, azt hittem, hogy megpusztítom. Csak befeküdtem ide a néni alá. Nagyon jó nyomja. Van. Jó, köszönöm. Tessék. Köszönöm. Jó,
Amúgy én is, köszi, nagyon cuki vagy. Köszi! Szívesen, drágám. Majd nézd meg, hogy jó egyáltalán. Jó, Bibi! Újra akartam csak tölteni, Bibi, ne haragudj meg. Családon belüli erőszak. Családon belüli erőszak. Érted, fiam, ennyomkodod, nem mindegy. Nem jó rá. Milyen jó rá? Várjál, mindjárt mondom, hogy milyen jó rá, azt válaszadsz. Nem az a kágy. De, azt mondja, hogy jó rá a fekete, a zöld nem színezi zöldre sajnos a lövését. Rózsaszín van? Az van. Igen, nekem is akkor az azt van. Szeretnék. Jó van, tök adott. Jó, megy a vízi, ez tényleg rózsaszín. Egyébként gizda. Köszönöm. Az enyém ilyen ezüst, nézd. Csillag. Ez hova lőtted föl a csillagot? Ott fent, mi, ott nem is. Rózsaszín lesz. Jó, az vagyok tényleg. Igen, igen. Akire töltöm. Kicsit lejjebb lőjjen. Jé, ezt a kosirat még nem vágtad tékára. Ezt még honnan? Ott megy fenn nagy rózsaszín csillag, lelövöm minden, bam, ezüsttel. De egyébként, tudod arra, és nemrég beszéltem pont Vivre, hogy milyen jó lenne, hogyha tartanánk vezetési oktatást egy-két tagunknak. Igen, Charisszel kéne kezdeni. Meg G-vel. Dig. Hol vettétek adó? Fegyverboltba. Ja. Valamelyik autómban amúgy van egy. Igen. Ha csak lőszer kéne be. Rózsacinnel teszem a kocukat. Szerinted a pumpálós ez bírja? Mit akartok? Na szép. Nem lehet baj. Te súlyos venni egyet. Neki baba? De jó lehet kocsázni vele. Most vissza, de... Ugye? Izé, mindjárt akkor visszajövünk fel. Menjünk. Mindjárt jövünk, Bogyó. Jó, szia szívem. Hova megy? Szereznek mi a nevét, Felgent. Ja, jó van. Én kínos lett volna, hogy a pont felrabbantja őket. Nem, Ne figyeld, Pali. Nem kell nekem az, én biztos el nem ülök. Leszálló pályával akkor éppen? Na? Annak is elmenne amúgy. Izé van. Kéne venni vagy 100-at ideán és lőni egy ilyen nagy izét egyszerre így. Pram. Aztán kiírni a rendőröket és megmondani nekik, hogy díszcsíkot csináltunk nekik. Igen. Vagy a rendőrök oda állítani. Vagy a rendőrökre lőni az egészet. Hát, egyébként kigyújtsa már a kocsikereket? Nem hiszem. Itt egy kocsi nézzük meg. Hát... Nem úgy néz ki. Ott zizeg alattad, de szerintem semmi. Bár mondjuk egy kicsit adébb megyek még, mert felrobban rám az egész. Nem állja. Csak kérdeztem, de akkor nem te voltál. Szerintem mi az, hogy felé maradt ezt? Te amúgy szépen halad? Hát én nem biztos nem. Jaj, Istenem. De megfekszek le, megfekszem, fáradt vagyok. Semmi. Na, ez rosszul volt. Jó, nem akartam, bocsánat. Na. Feri. Új, a kalapácsos gyilkos. Na jó, és hal a bomb. Jó, sokáig égnek, hogy még mindig ott ég az erőm az szem. Csak nem vicces, mikor egymásra így nagyon fáj. Á, nem, hát fülj, mert felhívít, ez forró azért. Irobbanó élmény. Nem vicces, de azért csak felgyújtott. Mi? Én nem gyújtottam fel senkit. De ne azt mondom, hogy csak. Ja. De ott a nő, aki rád vár, mesztelen, menj már oda. Adjálna. Udvarolni akarsz, elég rosszul csinálod. Szia, mi? Cső. Azt mondtam, tök felállni. Ne. Sétálják már, rákfasz. Na jó van, figyelj, jó legyél, mentem az ott, nem faszva. Ups, na. Bocsi, Manó. Várjál. Én is mire felszenvedtem magam. Másik oldalról könnyen. Csücsű. Ne feszülj már, nem? Ne. Nem adták kukut, te faszokú. Meg se érdem. Aha. Nem beszéljél amúgy. És milyen jól néz ki az a izé, az a vadászjárgám. Amúgy. Nem értem, miről beszélt, akkor adjál innen. A csáó. Milyen kocsi az ott? Melyik? A mögötted. Az ott a repjáló. Ez egy jeep le? Az az ad, amikor jöttem, az... Ja, azt én is néztem amúgy. Elég komoly. Hát csak komoly.
Kivények ám box van. Nem tudom, megint box van, úgy látom. A... Én ezt most kihagyom. JK, nem tudom megjegyezni a csaj nevét. Lay, Lay, Gay, Kinek a legény? A mini szoknyás boxológépé. Ouch. Venom, Venom. Van a... Venom a neve. Nem hiszem, Venom az egy kinges fazon. Venom, Venom. Venom, Venom. Sosra, nem, az csak a ismételgetem. Jó, bántod, most jövünk a korázból. A mai felfedezésről. Hol eltűnt a csajomban? Képzelem vagyok. Remélem, nem a Ferivel ment el. Eltűntötted. Feri, az itt van. Akkor jó van. Neki barátnője van. Nem kell, most jövök. De zöld libafos a szemem. Nem aggódok. Ne hallgatózz. Nem, nem. Nem, bocs. Na. Meg a bocsátot kérni. Várjál, fölhívom, hogy merre van, várjál. Mit hívogatod a nőmet? Elmentek az árész, a kajáért. Igen, elmentek kajáért, meg pisztolyé. Ott jönnek, nézd meg. Basz. Hazudom. Az szép. Jaja. Kicsit feljebb kell. Azt kapta. És nem, megjöttek, majd. Látod? A csak díszfényben. Mondani kellett. Ennyi. Megidéztem őket. Elég komoly. Várj, ezek nem is ők. De ő. Angelo átöltözött kanósba. Igen. Végre egy újra úgy nézel ki, mint egy férfi. Kösz. Te meg egy kicsika vagy. Szabd ki a fasz. Hát de most normálisan lenne öltözve, meg borotválkozna ilyet. Jól nézek, én még kéne borotválkoznom, az egy kis puncike fel, az kell, hogy rendbe rakjuk. Amúgy ez nem rossz. Értem, hogy mikor lenne jó neked, de... Elfelejtettem válaszolni. Csak a szokás. És akkor nekem is meg kell borotválkoznom? Standard piros. Angelo. Nem kell elhallgatni. Az a lényeg, hogy válaszolsz. És az autót is túl éget? Nem, pont az előbb próbáltuk ki. Mondja, azon annak az anya a házam, tudsz ilyen dzsungelt csinálni. Dzsungelt. Mit adtál neki? Hattam neki egy aranyat, az illik hozzá. Hogy érted, hogy dzsungelt? Hát, ahol csak a sárgát lősz. A virágokat pakolja, ahol vannak kövek, tudod. Tüzet, fájra, pakolni virágokkal. Kézzed, Adigo, Dinnyinek lesz saját háza. Igen? Na. Gratulálom egy házad. Ja? Nem baj. Gratulál. Köszönöm szépen. Öszcsi. Öszcsi. Elfogyott a stukkerem, pedig most akartam kigyújtani a csávot oda szembe. El is megyek oda most. Lőd ki, bébé. Angelo, tudom kérje még azért. Mert vett vagy 95-ös. Add anyja a pecsos pacsit. Nem kell. Megszól a rendőr, ott van rendőr, hagyjad. Angelo, ott van egy fasz, gyújts ki ott az oszlopoknál. Te is jó, akkor mondasz neki. Hát azt úgy átötte a lába között, ahogy az is luft. Látom, sokat még nem szoktak lövöldözni. Júj! Majdnem a rendőr. Nem túlzott el neki szerintem. Még kell lőni. Lenne mit gyakorolni a VR-ba, úgy látom. Na, az jó volt! Na. Az kapta. Az telibe. Nem mondtam sose, hogy jól tudok lőni. Kérdekes, amúgy, ha mi parabellu meg esetleg lövöldözni, ezt úgyis lehet, nekem kell lőni. Mert a rendőrségről az még azért tartana. Csak na, fogd a golyókat. Megesik. Nekem is tudni kell az ikeszelni a fegyvert. Amúgy igen. Bevitték az ősre. Ups. Fényjátékot rendeztünk, ez itt fog körözni? Ja, persze. Konkrétan. Biztos lehet. Na, benne. Kinek van akkor a fasz, hogy rálő a rendőr autóra vele? Nekem adjad. Semmi rendőr. Nincs nálam már Rambo, az a baj. Van nálam, vettem 9. Hol a rendőr autó? Ott van, ott megy. Cyberbána. Sima, hagyjatok egyet. Na hát akkor hajrá, fiasszereg gyors. Megyek, megkergetem. Visszajön a rendőr, egyszerre izé rálövünk. Jó, ne! Veled mi lesz? Jó, jó, oké, nincs baj. Az hogy került oda? Hát, szerelem tüzébe. Nem tudom. Tüte voltam. De nem ebbe, nem ennek a... Angelo, kigyújtottam, én csak biztos felültem. Én csak felültem. Aha, én is ezt mondanám. Van ez másodfokú ég is, és én is mindig. Lehet, hogy jönni fognak. Hát jöjjenek, mi a faszom?
Én nem akartam senkit bent. Én most látom, hogy te is játékot kívül. Figyelj, nem tudom hallottad, de már... Ja, akkor azért nem tűntem. Állis, mondták már neked, hogy nem így kell feltűzölni valakit? És fölöktem a nőt. Miért lökött fel a szkolettátok? Véletlen. Na, Manó is felvette a kabátját. Fázol, Manó? Jó, ne fázzál föl nekem. Akartam neked valamit adni, Jack. Na, nem látom a zsebemet. Hozom, hogy akinek nincs joga, doktor. Nem látom a zsebedet, itt van. Nem látom. Egy zseb? Ne fogdosom a Manót, szívem! Csak megmutattam, hogy hol van a zsebe. Őkre. Ó, valaki féltékel. Na, itt a rendőr, na, ki mer rá elő. Hány nem vagyok féltékel. Na, hány robber. Mi? Hol az ilyen? Háromra, háromra, adtam a múl. Három! Ezek jól lettek, bassz meg. Azt hittem te is. Én hát nincsen ambom. Hallottas? Adjál már neki ízét, lőszart. Adtam tényleg 10-et. Igen? Ó, bazd meg, nem vettem észre. Hallott, és én nem fogadom. Ott vannak a sarkon. Csinálsz? Jaj, bocsi. Ott vannak a sarkon. Szálljunk be a kocsiba, és a kocsiból kilövünk rá. Gyere. Ott a nyitottak. Jössz, baby. Hát ebben nem lesz két személyes. Hol vannak? Nyomod, ott elő, a fegyverbótnál. Az előbb itt voltak a fegyverbótnál. Őket? Nem, nem, a rendőröket. De utána le kell rázni őket. Azok hova lettek? Lehet, hogy szerelőtelepre mentek? Ami zárva van? Hát attól még lehet, hogy eljöttek erre. Attól lehet, hogy még behéztek el. Na bassza meg, hát akkor mindegy, pedig már rajta voltam, hogy kirövök innen nekik. Na hát akkor lemaradnál a izéről, Stronger Things-ről, ha én még menekülni, akkor ez egy fél óra lenne. Á, ezek rendőrök. 5 perc, 2 sarok. Á, szeretem 20-szal megyek, és akkor úgy lehet, ja, hogy úgyis lerázzuk őket. Úgyis gajra törik magukat. Ja. Hopp, az elő mi? Hát, fekete, szóval nem rendőr. Vagy Dilla. Az egy Saudi árnyolc. Ott szemben viszont az lehet egy rendőr autó. Az az. Várj, kapom el a stukit. Fordulj be, hogy... Tetszik? Go! Go! Ez mi volt? Még egyet. Go! Már jön? Jön még? Nem tudom. Kaptam neki a jelet, hogy merre jön, akkor elég könnyű. Lekopott. Mindegy, úgyis mindjárt kezdődik a Power Rangers. Menjünk vissza, akkor a főpukliba. Remélem, jól lett valaki. Ladár is! Megjöttünk! Na? Kap be! Miért? Na? Nem én lőtt. Hogy ment? Nem baj, te kap be. Jó ment. Lehagytuk őket meg két sarok kap alatt. Mit is vártunk? Várj, várj, és vezettek. Aha! Ó, most meg, csoda, hogy értek. Ott jön. Kit? Mi? Kitaláltál mit? Kit? Remélem, hogy nem találtam el senkit. Ott a rendőr. Hát nem mer ránk jönni, pedig itt van az autó. Nem mer, de hogy nem. Hát ott áll egy helyen. Hát csak szépen hívja az erősítés, mindjárt lesz a teljes volt. Nem lehet. Úúúúú, az bement alá. Ári is. A szép volt. Nagy a faszod, te somsz. Nem én voltam. Csak egyet? Akkor neked kicsi. Szerintem vágyik a börtönbe. Lőjünk már akár amennyi fegyverünk van. Én nem akarok bőribe menni most. De várjál, én és elmények. Mindjárt kezdődik a Power Rangers, már mennem ki. Miért mennél? Csak ő telt róla. Mi?
Nincs nézzek, erre bele, hogy beletömködj a cuccét a táskámba, nézd meg! Engem elkapnak, fazeg, nehogy lopjam már a cuccét. Há, hagyjad már, kösz az új stukkert, úgyis kellem. Igen, Disney Plus. Ezek a világ legkoncibb rendőre is átszok. Mi a Power Rangers? Ki szám, most jön? Na, ki gyújtod? Nem mered, adok egy ezrest. De megbasznak, mindenki. Adok egy ezrest. Nem kell az így túlzások. Nem. Hello! Utalok egy ezrest. Már eltenni a fegyőrem, mi van? Már... Ja, ok nélkül akart az alapis sokkolni, úgy beszéljetek vele. Majd várlak. Hát ez jó fej. Ez a Girosz. Micsoda? Egyedül akarsz menni? Ő jó fej. Hát akkor gondolat, hazajöhet. Szeretem. Csak nem akarok menni gyárat. Itt szeretném meg Girosz élet. Tisztelt, nem fagyja, sétáltál a fákján? Hogy akarod? Nem. Tényleg az a Girosz. Melyik vicces volt az, aki lövöldözik fákjával? Melyik kocsit szeretnéd? Nem tudom, ott megy el aludni éppen. Lepj meg. Lepjenek meg. Mi? De ne kamionnal megint. Oké. Na jó, megleptelek, ugye? Ikes. Te basztos már, nem tudom. De én is ennék. Én rendítem. Azt a kurvám, hogy férünk be? Csimán. Mi van? Ja, szóval nézd, ott... Micsoda... Azt a mindenit... Te jelöltél, vagy csak most megyek valahol a világban? Menjél csak. Nem, ez valaki másnak, nem tudom, várja. Nem tudom kivenni, de ki tudom. Vedd ki, baby! Vedd ki! Kiveszel, majd te beteszed. Hát is ki lehetne tuningolni majd. Igen. Elég jó megy, Jézus fasza. De az izét tuningoljuk már ki a Panamére. Panamére? Nem mehetünk valamikor ki tuningolni? Hónap? Kituningoljuk a Panamére, baby? Kituningoljuk a Panamére, meg egy kicsit jó. A karodat kéne még kitulingolni, tudod? Jó, mindig cikizen a karom miatt elmegyünk, azt tetszünk. Szerintem, de ha nincs kedved, akkor nem kell. Persze, ezt mindig hallgathatom, hogy csicska vagyok. Nem mondtam rá, egy szóval se sose, hogy csicska vagy. Hát csak a szinonimáit. Az, akinek nem adta ki. Nem mondtam sose, én csak azt mondtam, hogy gyenge vagy egy kicsit. Hát igen, az a csicskának az egyik szinonimája. Nem. Főleg, hogyha ilyen sokszor mondod. Jó, akkor odafigyelek rá, Nihari. Na, semmi baj, inkább mondja a gyengének. De nem, hát... Kell vele dolgozni, de nincs ez a baj, mert olyan parasztlengőket osztogálsz, hogy csak ott. Hát igen. Csak lehet, hogy késsel. Nem baj, ha úgy megy, akkor késsel. Hát zigányosan. Szerintem eltévedtem. Nem tévedtél? De kurvára. Azért reméltem, hogy jelölsz nekem egyet, de látom, még mindig nem égyeztet meg. Hol lakom? Pedig hát minden este az, aki sírsz. Ja, a csaló! Én is itt szoktam. Azért tévedek akkor el már egyébként, hogyha nem állítom be a GPS-t, akkor finkom sincsó vagyok. Ezt én mindig várok egy kicsit. Na, szupika. Jó. Mi ilyen jelölgetősek vagyunk már. Most hát igen. Ne rakd el. De elrakom és utána majd kiveszem. Jó, legyen ház, ne? Hát... Lehet, hogy nem rossz szavam. Hát állati cuki ez a kis izé. Uh-huh. Illik majd hozzád. Na nézzük. Ezt rózsaszínre kell, vagy nem tudom. Befessem majd rózsaszínre neked? És akkor vezetek. Hát... Jó. Jó. Jó, akkor holnap elviszük ezt is tuningolni, baby, mit szólsz hozzá? Elviszlek tégedet a izébe. Mazasztekaszba. Az osztakaszba? Jó. Oda úgyse sűrűn járok, mert kínál, kívül esik a izé. Nem kín van a faszomba, de oda van kedvezményem. Jó, akkor oda megyünk. Bújjunk be akkor az ágyikóba. Jó, már biztos bújjunk. Még megy a só, de még biztos nem változtak át. Nem idézték meg még a Power Zordokat. Rezidencia. Hát igen. Na hopp, menj be az ágyba. Rezidencia. Mi az?
Ja, ez másik oda. Nem az a szoba, igen. Arra azt megszokás. Whee! A gyerek ágyadban nem hiszem, hogy beférnél. De. Aludtam már ott. Mi? A gyerek ágyadban? Igen. Megmutatom. Nem jó! Várjál, jövök. Szép ez a szoba. De nagy kisfiú vagy már ehhez. Igen. Kicsit. De mit kicsit túlméretes vagy. Hát, na. Megesik az én a legjobb családba is. Szép ez a kis szoba, szép egyébként. Igen, anyukámik rendezték még be. Talán apukám volt. Hát, lehet. Nem tudom. Az én se. Hát, onnan is tudhatnád. Hát igen. Az is jó lesz. Igen. Szép álmokat, baby. Szép álmokat, yeah. Busz, 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 busz. Ilyenkor mindig félre nyomok, elnézést, kaszok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Találkozunk legközelebb holnap. Addig pedig legyetek jók és szobatiszták. Sziasztok!